open your eyes. Time to wake up now. És most, hölgyeim és uraim. Klassz FM hallgató. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 6 óra után vagyunk 19 perccel. Jó reggelt kívánom mindenkinek. Hello, Feri, hello, Jani! Hello, drága hallgatók, itt vagyunk. Hétfő van, hát ez egy nyugos nap, de majd csak valahogy túl leszünk rajta. Hideg is van, hideg van. 0 fok. Hú, nagyon hideg van. Srácok, aztán holnap meg majd 4 fok lesz, aztán 6 fok lesz, pont mondtam az Annának, hogy melegedik? Ne, hát az lesz, hogy várja, hogy 0 fok, utána 6 fok, utána 4 fok, utána 8 fok, ezt láttam fönt. Mindenesetre a hétvégére nem lehet panasz, az gyönyörű volt. Nem, az nagyon szép volt. Az csodaszép. Csodaszép hétvége volt. Pont gondoltam, én nem voltam kint, de a spármalatrosokra gondoltam, hogy egy egész héten szerintem mindenki teljesen kész volt, hogy Jézusom, csak nehogy a hétvégén, csak azért hardcore futók voltak, hogy ez az, legyen még keményebb, fújjon a szél, esről az eső, minél durvább, annál jobb. De mindenki más szerintem iszonyatosan be lehetett csokizva, hogy milyen idő lesz a hétvégén, aztán úgy megnyerték a tökéletes futóidőt. Brutál jó idő volt egész hétvégén. Gyönyörű szép volt. Napsütés nem volt túl meleg, a legjobb. Volt is a városban gond belőle, láttam a kommenteket a Facebookon, még mindig, hát, nem, tudjuk, mindig nem tudjuk feldolgozni ezt a képtopot. Ti is. Utálták őket rendesen? Persze, persze, hát ilyenkor mindig ez történik, tudod. Minden évben ugyanakkor van, hónapokkal előtte jelzik, tehát hogy csak az nem foglal, vagy az nem hal ezekről a futóversenyekről, aki nem akar. Egyébként nagyon komoly volt, mindig mentünk délután, vagyis 11 óra körül vasárnap indultunk el, innen a fővárosból, keresztül a városon, és hát mindenütt, mindenki kocsival, mindenki, és akkor villamosra szállsz, egész jó működik. És állt a város, igen, és áll a város. Amit viszont nem értettem, hogy este mentünk ki 7-kor még Velencére, oda-vissza az autópályán. Este 7-kor, mennyire balatoni szezon még beindult. Hát, még szezon utasom. Már nincs. Na, ugye? Na, mert csak így jönnek itt föl. Két lángos, legyen szíves. Igen. Zárva vagyunk szeptember óta. Hát csak kifestünk, nem baj, akkor is adjon valami. Kicsit a víz csípős, de igen, fürdésre már nem jó. De még lehet, igen. Hát igen, de Sirilla felkészül. És a többiek, nem senki nem megy, csak ő. Ez most az ő szezonja. Szerintem, hogy mindjárt bejelenti a dolgot. Úszni fog megint? Valahol lesz, biztos lesz. Vannak dolgok, amik nem változnak, többek közt ez sem. Viszont nagyon köszönjük mindenkinek, hogy belógattuk pénteken a kitelepülésen ezt a újabb kitelepülésünket. Gyakorlatilag a kolbász a gyerekek, ezt nem hiszitek el, pénteken 11 órától, tegnap estig, amíg ki nem kapcsoltam a telefont, gyakorlatilag az összes olyan ismerősöm, aki ezzel foglalatoskodik, hogy állatokat tölt különböző csomagolásokba, és ezeket elfogyasztják emberek, azóta kapom, tehát most ott tartunk, hogy 45 disznónk van szerintem. 45 csapattal együtt, hát a túlkevelyek már fölpakoltak, azt mondták, egy hogy már úton vannak. Már ők úton vannak. Egy kondát kapunk. Mondták, hogy ők úgy lesznek, akkor, hogy itt vannak végig, ha bármi van, akkor azonnal tudunk vágni disznót. Tehát nem tudunk belőle kihátrálni, mert egy ország van mellettünk, hogy megetessük utoljára a Morning Show népét, aki megnéz bennünket, szerintem valamikor ezt a vége felé kéne csinálni. Valami helyszínt kell. Ez valamikor november, persze. Helyszín is van, én már beszéltem a szélszesekkel, tehát alakul a helyszín is. Tekeredett erre mindenki. Én is látom egyébként, mert a webmére is folyamatosan érkeznek a különböző égetett, meg nem égetett szeszek felajánlásképpen. Innen egy hordó sör, onnan egy pár üveg pálinka, mindenhonnan szeretném a következő kitelepülésétekre felajánlani a következő házi jellegű. És aztán mindenki le van hűtve, tehát megvan, hogy oké, terv, nagyon szeretnénk, biztos, hogy meg lesz valamikor, de egy picit így oké, nyugalom, türelem, semmi gond nincsen, elfelelődik a polca, persze. Ja, hát ez a főváros kellős közepén azért nem lehet csak tarkon verni, csak úgy egy disznót, tehát nyilván, hogy ennek azért vannak olyan dolgok. Hát ha halva jön oda a malac, akkor azt meg lehet csinálni. Hát jó, azért ott nem tudom, a pörzsölés, tehát hogy hívják a bazilika előtti díszkövere. Hát attól kuriózunk. Az mondjuk az lenne. Ne. Majd megkérdezzük ott a püspök urat, vagy nem tudom ki van ott, de biztosan egy engedélyt arra, hogy disznóvágás legyen ott. De jó hangulatú kis rendezvényt lehet ebből. Meg lehet oldani. Utoljára csinálni, úgyhogy ezt megcsináljuk valamikor novemberben. Jó lesz ez. Jó, menő. Itt a Népligetben.
És ha még él a disznót, lehet makkoltatni. Addig makkoltatjuk, persze. És akkor a végén üldözzük. Figyeljetek, a pici fura tőlem, mint vegától, hogy itt mellett állok ennek a dolognak, de hát nyilván egyrészt én nem mögött állok senkit arra, hogy mondjuk olyan életmódot éljen, mint én, de hát azért a tradícióknak az építése, ápolása, meg hát ahogy bedugtuk ezt a dolgot, abban a pillanatban rácsattant az egész ország, a hallgatók is mondták, hogy imádnák. Tehát, hogyha ez a dolog megvalósulna, azért vagyunk őszintén, van egy feeling az ilyen ölésekkel. Eléshívás. Eszünk kiszunk dinomára. Persze, jó lesz. Még egy utoljára. Jó. Úgyhogy meg vagyunk szerintem, tehát lehet készülni. Jó lesz, szerintem ez jó lesz. Azt szeretném, szeretni fogják. Egy jó kis Polgár Petivel. Peti fellép majd, éneklünk, pálinkát iszunk. Kasszatini Neoton szettel. Tibit is, Tibit is hívjuk. Szárba szökkentettük el, elmaradt tartozásunkat Tibivel, képzeljétek el tegnap. Na. Ugye volt egy fogadás, amit én elvesztettem, úgyhogy tegnap. Tegnap beültem a taxit megcsináltuk tegnap, úgyhogy gyönyörű idő volt. Autóztál vele? Autóztam vele, egyet Tibi megérkezett, én kettő körül, és akkor elmentünk. Elmentünk ott a környéken. Kabrióztunk egyet. Én azt hittem, hogy hidegebb van a kabrióval, de tényleg annyira jól van megcsinál az üveg, hogy egyszerűen nem érzed, ha nem 130-al mész, akkor nem érzed a szelet meg a levegőt. Hátsó légterelőt, ha fölrakják, vagy fölben, nyilván neki modern autója van, már megnyomja a gombot, följön, akkor ugye nem jön vissza a menetszél, és amennyi kicsit fűtesz benne. Brutálisan. Jó? Nagyon jó. Úgyhogy napsütésbe kabrióztunk egyet, megfejtettük az életet. Jókat kérdezett, vagy jó nagy volt, nem, jó volt, felkészült volt, jó volt. Én szerintem van egyfajta mélysége is a beszélgetésnek, tehát nem csak a... Azt te hozod benne, nyilván, értettük. Nem csak a ripacskodás, meg a hűlés, meg a marháskodás, úgyhogy kifejezetten azt éreztem, hogy jó beszélgetés volt. Hát majd kíváncsiak, hogy mit vág belőle, de jó kis. Ja, ez nem élőben ment? Ilyenkor előre fölvesz, és akkor egy vágott anyag? Nem, ez egy vágott anyag, ez nagyon profi kis cucca jött. Kis kamerarendszerrel a kocsiba, meg minden, tehát egy űrhajó jön az autója egyébként, tehát nagyon durva. És akkor utána ott elmentünk beszélgetni, ezt már megcsinálja, átküldi, és szerintem napokon belül kim van, úgyhogy én letudtam a tartozásomat. Cserébe a főzés nem volt? Vagy hogy vagyunk most? Hát most a kettő közül valamelyik volt, azt mondta, hogy majd még menjek el főzni, de mondtam, hogy most azért egy picit elég. Minden. És akkor Tibi. Örüljünk ennek. De igazából ezt ígértem, tehát ez volt a fogadás fő tárgya, ezzel váltottam ki. Úgyhogy tegnap leforgattuk. És ez kifejezetten jó hangulatú kis beszélgetés lett. Aha. Jó, remélem nem vittél magaddal izi szexlapokat, mert azt is elveszik, mint a csütörtök. Levették a videót, igen, levették a videót, aztán nagy melóval visszatettük, igen. megint levettük, visszatettük. Jelentették, jelezték is többen, tehát nagyon jó fejek voltak, meg valaki felrakta már a YouTube-ra, és úgyhogy hát nem veszett el ez a kordokumentum. Visszatérve egy nagyon picit a Kasszati Misra, mert látom, hogy promotálja valami szemüveg szponzor van, mert hogy mind a kettőtökön ugyanolyan napszemüveg van. Nem, kérdez, de hogy én kértem, hogy hozzon nekem egy napszemüveget, ha kisüt a nap, mert a gyerek eltörte az összes napszemüvegemet, és mondtam, hogy a bármi csak hozzon egyet, mert én nem akarok hunyorogva ülni a kocsiba, tudod, miközben kifolyik a szemem. És akkor hozott nekem egyet. Hát, mint amit az el is kunyerált. Néztek ki, fekete bőrcsék, mind a kettőtökön. De nem is volt megbeszélve. Nem, összeöltöztetek. Menőcsávók? Úgy néznek ki, mint a menőcsávók? Igen. Én kértem tőle, hogy hozzon már egyet, mert ki fog folyni a szemem, de aztán nem kellett, mert beborult, úgyhogy nem napszemekben nyomtuk. Mint két tojás, mint két iker, csak az egyik éppen tömegnövelő, sem van, a másik meg szálkásítása. úgyhogy jó csak kis... Csak csalakamera azért. jó kis beszélgetés volt, de jó sűrű hétvége volt egyébként. Nagyon. Színházban is voltam, majd mesélek. Ja, Istenem! Tudjátok, hogy a színház nagykövetével ültek itt együtt. Akkor Tália Percek Balázs. Átrium percek, mert átrium. Az átriumban. Ja, nem úgy értve, hogy Tália, mint Tália papja. Ja, mint Tália felszentelt papjaként, így van. Elmesélem, hogy mi volt a színházban. Jó volt egyébként, megint egy jó darabot láttunk, de nagyon gyorsan kell elmondanom, mert szombaton aztán újra megyek színházba. Ja, hát... Na, majd reflektálnék a színházadra. Na! Mert ráültünk a vonatra, én hülye. Mert... Mondd, hogy mit láttál. Nem. Még az, hogy mit láttam. Az, hogy interneten veszel jegyet, a világon mindenütt olcsóbb, mintha odamész, mert nem kell a mamát kifizetni, meg a fűtést. 4500 egy színházjegy, interneten 5200.
mert 500 forint izé van kezelési költség, meg 200 valami. Itt húztam föl magam először. Na de akkor kulturálottál kicsit voltál? Mert hát mi sose járunk színházba, de most levettem a gumicsizmát, a gyerekekkel elmentünk az Ózdra. Ózd! Ha így mondta az egyik néző, hogy az Ózdot néző. Azt fogjuk megnézni, kisfiam. Na mondd, hogy jó az. Arra nagyon jó megcsinálták. Nagyon jó figyelj, a darab. A forgószínpad, a kiemelés, a nagy Óz, minden. A repülőboszorkányok, ahogy a forog a színpad, igen. Mennek, szóval azért az elég jól megvan csinálva. Így, valóban, valóban jó. Azt még mindig nem értem, hogy miért kell térnadrágba színházba menni. Tudom, hogy én egy maradi vagyok, hogy még egy zakót, meg azért egy szép cipőt csak fölveszel. Volt egy csávó, akit már így az időjárásra való tekintettel se értettem a térnadrágot. Hát egy bohém művész. Az kicsit erős. Lehet. Úgyhogy gyerekek imádták? Nagyon tetszett nekem, benne is szájtátva nézte. Hihetetlen szipa technika. Nem tudom, én nem voltam ott kint, mert pisilni álltunk sorba Somával, illetve ő, és még egy dolog, TVC tiszta volt, hogy én csak tudom, a legfontosabb kérdéseket a darabban kapcsolatot feltenni. Ja, másra én nem akarok beszélni, hogy a nyugdíjas nénik foglalkoztatását is megértem, ugye mi nem szoktunk is kifelé sietni, mert ez ugyanúgy olyan, mint a repülőn, hogy már mindenki áll sorba, de te nem leszel előrébb ki, addig én mindig meg szoktam várni, itt is így volt a darab végén, és akkor megyek kifele, jön a néni mögöttünk, ugye előrengettem a családot, és mondtam, hogy tessék nyugodtan parancsoljon kimenni elém a kijáratnál, de ez még a színházteremből való kijáratnál, és akkor a néni azt mondta, hogy én megyek ki utoljára, jó? Hát akkor jó. És mondtam hát neki, hogy jó, ezt úgy is lehet mondani, hogy köszönöm a kedvességét, de nekem kell bezárni az ajtót. Mondtam, hogy ígérem, hogyha véletlenül még egyszer színházba jövök, akkor nem leszek kedves. Tehát nem leszek udvarias. Ilyen apróságok vannak, de a darab... De a darab jó. Az jó. Az a big színházas darabról beszélünk. Víges darab, Víges. Az egy fantasztikusan jó megcsinált. Jó, tényleg. Nagyon. Kicsit álmosak voltak a színészek, mert milyen délután 3-3-asra. Akkor az a második előadásuk volt. Napi 2-2 nem úgy van, hogy 3-kor, meg 7-kor volt. Ja, 3-kor, akkor az elsőt láttatok, az jó. Tarított László. Kicsit álmosak volt. Igen, Tarított Lászlóban nem éreztem a Jedit délután. Nem volt benne? Te honnan jöttél, kislány? Kansasban. Az meg hum van. Szilágyi Csenge játszik még benne, ő a Dorotty. Dorotty. Mit tudjuk, mi parasztok mindig. Tehetséges csajszín. De a darab, az, hogy a színházat ilyen módon megreformálják a nagyvetítő, ez tök jó. Tehát, hogy ezek tényleg nagyon jó dolgok. Mondom, ezek az apróságok. Már nem ott tart azért, ugye, hogy egy függöny mögül kicsiszok valaki, és akkor konfetit szórnak rá föntről. Tehát, hogy már nem ez a színház, nem? Ja, azért. Tehát, mert nagyon nagy itt van. A pirotechnika, nagy díszletek vannak, tehát tök jó. Brutál, az Óz az brutál. Brutál, igen. Na jó, van, gyorsan egy két SMS. Csak így megnézve, hogy korán kellő hallgatóink. Mit csinálnak? Nyitnám a hetet, már most írja valaki. Csütörtök este óta a Kassa Tibi nem mer élőbe bejelentkezni. Gratulálok, srácok. Gyerekek, ezt a Tibivel is megbeszéltük, de ne bántsátok őt ezért. Tehát a Facebook népe egyrészt nagyon lojális, nagyon kedves, másrészt, hogy nagyon gonosz tud lenni. A Tibi elmondta, hogy milyen szemét kommenteket megkapott, hogy elmehetsz, meg izé vagy, gyík vagy, meg na ennyit róla. Szóval, hogy nekünk ez most így sikerül, de ezért ne rajta verjétek el a port, mert ezt viszont ő nem érdemli meg. Szóval nagyon sokan írtak neki, nagyon durvát megmutogatta, amit én se értek, hogyha valaki. Nem kell bántani. Lájkolsz és szereted az oldalt, akkor miért küldöd el az anyjába, azért mert mondjuk 13 000 csinált élő bejelentkezésen. Mi mondjuk a beszélgetést így indítottuk, hogy nincs harag a 22 000. Persze, nincs, hát tisztázzuk az elején a beszélgetést. De vett alapot rögögött, tehát hogy ezzel nem volt baj. Meghaltak irányének a királyok, hát most így van. Meg hát azért ne felejtsétek el, hogy nálunk sok ilyen nincs, ugye? Tehát, hogy egyet csináltunk ilyen nagy estit, vagy csináltatok ti ketten. Nem lesz minden nap azért, igen. Meg nyomja folyamatosan, tehát azért persze, ott, persze. Egy, amit ő megcsinált, meg like számba hozott, azért az nem rossz. Így van, de hát ezek tények magas dolgok, hogy szoktam. Hát igen, de nem ér ezért a Tibiben. Hány kommentet írtál a Tibinek, hogy na mi vagy csinál? Azt mondja, hogy... Azt írják még a hallgatók, igen, hogy disznóvágás november 1-je legyen, hát ezt kitaláljuk. Igazából az ráadásul az, igen, értem, hogy miért, de hogy az ott ünnep, tehát ott nem is nagyon leszünk szerintem. Október végén, november elején. Nem lesz az utolsó napok egy. Valahol ott majd, valahol ott szem az utolsó egy-két hétben, igen. Hegyeshalom, 10 perc várakozás, Pocok írta nekünk. Mi van a ladával? Ma szó lesz a ladáról, mert vannak fejlemények. Kérdezi egy hallgatóval, beszélünk róla, és valaki elküldte egy jó reggelt, Morning Show Suzuki. Ja, drága szatyikám, köszönjük. Így van, köszönjük. Ákos, visszatértél? Hello, srác. Hát nagyon vártunk. Hello. Na, mi volt a baj? Semmi nem volt a baj, csak nekem vannak ilyen rigójáim, hogy én szeretem a te vagy reggel. Nem, szóval, a te nevedet tudja egyedül, tehát hogy ez a... Jaj, köszönjük.
az meg a másik. Az meg a másik, hogy a mosolygos hangulány nevét nem is mindig tudtam. Pihentél, vagy mi volt? Hát két beteg gyerekkel a Balatonon, igen, most nyaraltam 10 fokban. Mi így szoktuk. De amikor mindenki elmegy valami nyaralóhelyről, akkor oda vonulunk. Nem késő ilyenkor a Balcsi, vagy nem volt hely augusztusban, vagy mi volt? Én nagyon-nagyon szeretem ilyenkor a Balaton. Minden nyitva van, nincs egy szál ember se rajtunk kívül. Nem kell sorbálni a strandon. Nem kell sorbálni, hát igen, ott meg végképp nem. Egyébként meg gyönyörű fények vannak, tök jó volt az idő, fel kell öltözni. Ennyi. Ha meg beteg gyerekkel, tudod, ott azzal nincs semmi strandra. Szívtuk az orrát, ezt kérdezik. Csomagtartod a porszívó? Hát nagyjából igen. De mondtad neki, hogy jöjjön ki a vízből, nem? Hamar, te már lila a szája, aztán lebetegedett. Igen. Gyerekje a vízből már lila a szája. Gyerekje a vízből miért be kell menni? Igen, október van. Fél hét múlt pontosan 4 perccel Ákos elmondja a legfrissebb híreket, aztán jövünk a játékkal a hírek után. Klassz FM-en. 7 perc, pontosan 7 óra. Hello mindenkinek, drága hallgatók, hétfő van, hűvös van. Hát túl leszünk. Túl leszünk majd ezen is. Azt hiszem, hogy jön a meleg még vissza egy kicsit talán. Igen. A hétfőket az erősen csapadékos, de aztán hétvégére megint még egy picit melegebb időt mondanak. Rejszand is van a TV2-től? Igen. De jó, hogy szerettem. Nem is értettem, miért rúgták kezem egytől, úgy szerettem őt. De akkor most a TV2-től ilyen dolog történik az országban. Az is igaz, igen, hogy most hétvégén is volt történés bőven. Igen. Na, azt mondja, hogy feltétlenül fontos két kerékpárosnak egymás mellett tekernie monoron. Értem én, hogy meg kell beszélni a hétvégét, na de. Budakeszi Szélkálmántén irányában már most dugul és arra szól, aki tud, kerüljön. Úristen, 6 óra 54-kor már dugul a Budakeszi. Azt mondja, hogy Füreden a 71-esen a Flamingo előtt szeregetik ki a rendőrök az autósokat ellenőrizni. Kigyulladt egy autó a 8-as úton, Városlőd után Veszprém felé, és disznóvágó helyszínek legjobb hely, monori pincefalú kultpincészet, ne te megtalálj. Aha, persze. Nem megyünk ki helyekre, nem? Vagy valami parkolóházba, vagy parkolóba. Az a lényeg vagy... az egésznek, igen, hogy egy olyan helyen legyünk, ahol egyébként nem szokott ilyesmi előfordul, mivel nem kompatibilis a műfaj. Attól lesz meg kuriózum. Budapest. Meg Budapest, hogy ne kelljen azért nagyon messzire mennünk. Abszolút, persze. Hát ez... De aranyos vagytok, nagyon szépen köszönjük az ötletet. Igen, ez ettől lesz jó, hogy valami olyan csináljuk, ahol egyébként nem szoktak. Tehát ez úgy lesz jó hangulatú. Igen, van. Nyilván a hely tulajától. Na, biztos, igen. Hülye, meg ráfutottam. Megnézzük, hogy ki a hét első játékosa. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggel! Ciao, sziasztok, Bence vagyok. Hello, Bence, honnan Hello. Hívtál minket, Bence? Győrből, győri vagyok. Győrből? Nem vagy nagyon feldobva, mi a baj? Hát, meg korán van. Korán a világért se akarunk felébreszteni, se feltartani. Hát tényleg arra úgy, hogy visszaívtunk. 10:30-kor rácsörgünk, jó? Ja, oké, akkor bólintok egyet. Akkor addig pihenjél, és akkor játszunk. Kivel játszanál, Bence? Veled, Bali. Jó, kezdjük el akkor. Jó, Jani? 3-2-1! Fehér! Na, itt vagyok. Itt vagy, Bence? Halló? Itt vagyok. Mi újság? Kérdezek én előbb, mit szólsz? Jó. Aztán kérdezed te. Milyen volt a hétvégéd? Hát, egész jó volt. Mit csináltál? Pesten voltam. Arénában egyet shoppingoltunk. Aha. Mit vettél? Ja. Hát, ilyen kabátot, pulcsit, ilyeneket, a dolgokat. Készültök a térre? Hát, ja, fogjuk rá. Ez inkább ilyen őszi tudtok rá, amúgy. Aha. Kivel voltál? Barát? Barátnő? Barátnőm. Aha. Régóta vagytok együtt? Hát, másfél éve, úgyhogy... Szereted? Egész. Erre most hogy válaszoljak? Hát őszintén. Jó. Persze, mi a foglalkozásod? Mit csinálsz? Én CNC-gépkezelő vagyok. Győrbe. Már benn vagy? Már ilyenkor dolgozol? Aha, persze. 6-kor kezdődik a meló aztán. De hogy ilyenkorán? Hát így adták meg. És meddig vagy? 2-ig nyomom az ipart. 2-ig kell bent lenned?
Nekem ez nagyon bejött. Jó volt. Nekem ez nagyon. Imádom a fáradt profikat. És Bence az volt. Bence az volt, igen. Ügyesen. Van egy véleményes benne, én kikérem egyébként soroljon szemed, de Pesten voltam, ja, igen. Ott. Hallottál egy ilyet? Igen. Ott benézted fel, ott benézted. Jó, azért csak nézzük meg. Tovább is tolja a fáradt profikat, de azt benézted. Ilyen micsoda egy ilyet, sosem mondom. Én nem hallottam benne semmit. Egymásra beszéltek az alatt, igen. Meghallgatjuk, addig jár a taps. De tiéd, addig tiéd, jó voltál, ez megelőlegezett. Kétségtelen. Köszike. Egy gyors kérdés meg lehet? Köszike. Na. Hogy ez a fáradt nevetés, ezt meg hogy bírjátok ennyi év után a játék előtt? Mit? Fáradt? Az egy ilyen ismertető jegye ennek a játéknak tulajdonképpen. De már nem kell sokáig hallgatnod. Persze. Kár, annak viszont nem örülök. Na, igen. Mert csipam amúgy. Köszike. Köszi a játékot. Köszi. Ciao. Csá. Hello. Hello. Hallottál valamit? Én egy kikérném a challenge-et. Pesten voltam, ja, igen. Aha. Én ezt hallottam, de az igenre te már rábeszéltél, majd Anna megnézi. Meghallgatjuk. 2 perc, a pontosan 7 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán jövünk a hírek után. Open your eyes. Time to wake up. És most, hölgyeim és uraim. Klassz FM hallgató. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning showja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 7 óra után vagyunk, pontosan 12 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Hétfő van, már világosodik, süt a nap, és kezd egészen jó idő lenni. Ho-ho-ho, jobb jól szél. Igen, tudom, ebben nagyon rázák ebbe a klipbe, emlékszem, hogy ilyen magas sarkúban és ilyen fürdőruhában, vagy ilyen tornadrezben vannak. Bejoncé nagyon szereti rázni. Bejoncé nagyon. Nagy kentaurós kis. Hogy hívják ezt a fenék rázás? Mi az az a twerk? Twerk, de ez nem az a típus. Itt csak balra-jobbra táncolnak meg. Meg rázzák. Itt csak bejön be a balról, és már attól úgy rászkodik neki, hogy... Itt nagyon rázzák. Kiküldöd az asszonyt a konyhába. Jó, ez a Tóthára írta valaki. Igen. Szentendéről kivezető úton baleset, nagy dugó van már most. Két kocsi került közelebbi kapcsolatba, várják a sorsukat. Anita írta ugyanezt, ugye az a 11-esen van Budapest felé, Budakalász előtt, úgyhogy hát gyerekek, készüljetek föl, hogy nem lesz egyszerű kijutni Szentendéről. Van, aki azt írja, hogy nem is 2-es dugó, hanem 3-as ütközés, horror dugó, emiatt Tintás elküldte nekünk, köszönjük szépen. A 47-es főúton Mezőberény belterületén mérik a Debrecen felé haladókat, Ádám, köszi, hogy elküldted, valamint... azt írják nekünk, hogy a Grupama Arena pont megfelelő lenne 45 disznónak meg a hallgatóknak. Végre egyszer tele lesz. Oda fűre nem lehet lépni a szent gyertelen. 45 disznót nem akarunk levágni. Egyet akarunk levágni. Az M1-esen a 101-es kavicsán teherautó potkocsi az árokban. Miki, köszi, hogy elküldted, valamint botrány a körforgóban, mint mindig, 11-esen. Tényleg nem akarja senki megoldani? Naponta plusz 30 vagy... lehet az is, hogy plusz-minusz 90 perc várakozás emiatt. Hát vannak helyek, amik szerencsétlen csillagzat alatt születtek, ilyen Budakeszi, Szentendre, szóval... Magyarország, igen. Gyönyörű ez a valamiért alapon elv működik, hogy hát ha ott laksz, akkor majd szép lesz ott neked, de a bejutás az, és a hazajutás az horror. Szóval. Mire haza, és annyira gyűlölöd az egész helyet, mert másfél órát ültél a kocsiban. Hát ez ilyen sajnos. Viszont egy pillanatra a malackodás, előre mondom, már mondtam pénteken is, de most is mondom, ahogy megvan az időpont, abban a pillanatban kezdjük el intézni ezeket a nébikes, nem tudom milyen sánti-eszes dolgokat, mert hogy szeretnénk azért kaját osztogatni, tehát szeretnénk veletek együtt tenni, hát én nem, de a többiek igen, hagymásfért, meg ilyesmi. Gondolom, hogy ott azért kellenek a megfelelő engedélyek hozzá, hogy csak hogy valamit valakinek oda nyomjál egy tálcán a kezébe, hogy tessék fogyaszt. Tessék enni. Persze, vannak előírások, betartjuk őket, kedves nébik, rendesek leszünk. Nehogy ebből gond legyen. Rendesek leszünk, ápoltak, tiszták is, és mindenféle engedélyel adtak. Voltam olyan rendezvényen, ahol hát édesipari terméket lehetett ugye vásárolni, illetve azt csak csináltunk, nem. Illetve mutattunk be, hát ugye az ország cukormentes tortájáról van nyilván szó, és ott szóltak, hogy a színpadon nem lehet odaadni. Jó? Mert erre nincs engedélyük. A színpad előtt már oda lehetett? A színpad mellett oda lehet. Hallod? Tehát, hogy a színpadon nem adhattad, vagy a színpadról te nem nyújthattad le senkinek. Uh-huh. Nem adhatsz kaját a színpadról? Nem, de hogyha lementél a színpadról oldalt, akkor már igen, akkor már az lett. Már semmi közünk. Aha.
Mert lehet, hogy lesz itt is ilyen, hogy, szóval, hogy nem lesz színpad. Nem lesz színpad. Nem lesz színpad, hogy tudom, lehet disztóvágni, de nem lehet enni. És akkor ott fog folyni a nyálunk, és nem eszünk semmit. Mert a haverodnak azt adsz, amit akarsz egyébként. Tehát tudnunk kell majd mindenkinek a keresztnevét. Ajos, megkóstolod a hagymásfélt? Persze, köszi szépen. Na tök jó. Mindenki Erzsi, meg Lajos. Erzsi és Lajos. Hogy hívnak Erzsi? És ott? Erzsikém, te? Lajos ott? Lali? Erzsi? Ja, már névvel adod, akkor már lehet. Mert akkor barátod ismered, érted? Azt adok a háromnak, amit akarok, nem? Tehát akkor az nem népetetés, hanem csak így egy baráti. Egy nagy vacsorát csinálunk így. Igen. Nem ilyen jó, összeteszünk, meglátjuk, jó lesz. Jó lesz, jó lesz. Ezt várjuk az esetleges szponzorok jelentkezését természetesen. Jó mutatni. Egy-két atrap, meg molinó. Szegény malac. Milyen finom lesz. Szerintem még nem tudja. Ő még nem tudja, sorsa nem sokára megpecsételődik. Olvashatod ezt a Kern cikket, hogy egy olvasó... Művész úr sietett, de nem is ez a lényeg, hanem hogy a fenébe fotózza le egyből valaki. Egyébként ezen gondolkodott. Sineken száguldott Kern András, lekapcsolták a szabálytalankodó színészt. Ő arra paraszkodott, hogy fel van túrva egyébként a város, és nem lehet haladni, mert hogy mindenhol... Sinek az egy település? Igen, Sineken átszáguldott. Átszáguldott Sineken, és a sineki lakók nagyon felháborodták. De azonnal lefotózták egyébként, és látszik, ahogy egy rendőr igazoltatja, és utána már elmegy mellett egy másik autó, és átfotózzák az autóban. Ezek az olvasóriporterek, ezeket minden hogy miért nem üti a nyomat? Mindenhol ott vannak, nem? És 10 000 forintért egyébként lefotózták Kern Andrást. Látszik a rendőr, és látszik a Kern is. Hát most kérdezem én, hogy színházba megy, persze nyilván ez nem mentesíti. Na de ha minden fel van túl, és nem lehet haladni, hát most mi van, akkor egyszer ráment a villamos sírena? Hát miért nem engedik rá a forgalmat? Az van, ahogy nem egyszer, hanem hosszan ment rá a művész úr, akit nagyon szeretünk, tevékenysége alapján, de még neki se lehet. Ne, mert a szabály. Igen, be kell tartani. Lehet, igen, majd mondom, akkor így a szabály, csak hogyha neki lehet, akkor lehet neked is, a Zsűlnek is lehet, a Janinak nem lehet egyedül, mert ő mindig a sinem van, ugye nem vezet. Hosszan. De akkor nekem is lehet, ha én is sietek, és át lehet menni. Én azt szoktam mondani, hogy időben el kell indulni. Tudom, hogy föl van túrva a város, akkor ez sajnálatos tény, de akkor egy órával előbb el kell indulni. Ennyi. Szerintem nem lehet, neki sem lehet. Kész, pont. Na, az a baj, hogy túlságosan demagóg vagy. Hát igen, demagóg vagyok. Tehető arról, hogy fölment a síre, de nagyon hosszú ideig nem tudott lehajtani? Hát ja. nem tudta ezt igazából, nem? Felment a síre, és aztán rájött, hogy úristen, hát csak egy sín van az utcában, és tényleg már próbált letérni, de már nem tudott hova letérni. Igen, hogy azért 5 méterenként a Dembski csöcsöket ugye fel kéne szedni, mert akkor ki tudsz jönni akkor a sínekről. Le tudsz menni a sínekről. Tényleg egy aljas állat az egész főváros, akik így építették meg, hogyha véletlenül egyszer rámész, akkor nem tudsz róla lejönni. Szerintem nem lehet. Tehát nem, kész. Hát. Tehát nyilván nem, persze, ezt én is tudom, csak annyira rossz, hogy nem lehet haladni a városban, minden fel van túrva, és ilyen esztelenül minden úgy van szétszedve, hogy semmiféle koncepció nincs benne, és az emberek idegeit, az agyát, a türelmét teszi, úgy próbál a főváros, hogy itt soha nincs rend. És mindig van valami, amiért fel van túrva, és nem tudsz haladni. Ezt a fonódó villamosok, egy Buda volt évekig romokban, hát ezt nem lehet csinálni emberekkel, hogy éveken keresztül a napi 10 perces utat egy órán keresztül teszed meg, majd felhajtasz egy villamos sírra, akkor meg megbüntetnek. Hát ez ezért meg kell tartani. Igen, ez szörnyű. Ezt adom például, ott van most ugye a Robert Károly körút, ami megy a Árpád híd felé, ott előttünk a Lehel kereszteződése, hát gyakorlatilag közlekedhetetlen, de az egész környék közlekedhetetlen, mert hogy javítani kell, nyilván napi 8 órát dolgoznak, megint jön ugye a kérdés, hogy miért nem csinálják éjszaka is, erre az ott lakó, de hát erre az ott lakó meg azt mondja, jó, a Kikában nem lakik senki, értelek, de azért a környéken laknak, hogy ne dolgozzanak éjszaka, mert én meg pihenni akarok. Igen, nehéz az éjszakai meló, azt egyeztetni kell, meg lakossággyűlés, fórumok, meg nem tudom. De most őszintén, srácok, emlékeztek rá, hogy ebben a városban volt-e olyan valamikor is, amikor lehetett közlekedni? Nem. Mindig ez volt. Valahol mindig feltúrtak valamit, felszettek valamit, építettek, újítottak, stb. Ez a város, ez erről szól. Ez az újjáépítések, felújítások, átépítések városa. De egyébként, ha te látnál valakit, hogy éppen megbüntetik, te átfotóznál egy másik autóba, és vennéd a fáradtságot, hogy elküld. Csak a Kossuth és Jászai Mari díj. Akkor igen. Értem én, hogy jár az 5000 vagy jár a 10 000, de hogy lelassítod, lát, Anya, egy telefon, egy gyorsan, egy tízes ugrik a kasszába. De hogy eszembe se jutna, hogy van egy bulvárlap, ahova el lehet küldeni. Tehát, hogy így valahogy az embernek nem áll rá erre az agya. És egyből ott termett egy olvasó riporter, aki egyébként ezt sikeresen lefotózta és begyűjtötte ezért a 10 000 forintot. Amint csak mondom, bruttó 10.
Tehát nettó 7-be áll meg az neked nagyjából. Mivel tudnám? Tehát, hogy ő sose szabálytalankodott, vagy ő soha nem követett el semmit, érted? Ez annyira kényes. Celebet, és ilyenkor sose jut eszébe, hogy ő ugyanúgy megcsinált már egy csomó dolgot, csak ő nem érdekes, érted, a fotós, az átlag fotós, a hallga, vagy mi az az olvasó. Itt van például most a hétvége pénteken, ugye Sarka Kata meg Hajdú Péter elmentek, mert a gyerekeknek kellett intézni, nem úgy mentek el, hanem közösen, hát ja. Tudjuk, hogy most külön költöztek, elmentek, mert a két gyereknek kellett a személy, az érdi okmányirodában. De durva sztori. Azt a mindenségi, de hogy mennyit járok én is. Az érdi okmányirodában. Hát, hogy közel, hogy egyszer lehetettek volna ott hárman. Ahol ilyen volna? Ciklet összehoztak volna a Sarkával. Igen, és hol a Petivel. Érted, hogy erről is egy ilyen részletes beszámoló van, mert hogy ők összevesztek valami. Uh-huh. Válófélben vannak, hát összevesznek, nabum, mindenki összeveszik szerintem, aki válófélben van egy kicsit. És fura volt, hogy a közalkalmazottnak a perspektívájából volt, és igen, volt egy üveg. A kormányablak mögül. De nem pont erre akarok kiukadni, hogy telefonáljon már be, vagy írjon már nekünk SMS-t, hogy valaki valaha módszerolt be valakit el 10.000 forintért, vagy 5.000 forintért. Tényleg jelentkezzetek már, csak itt kíváncsi vagyok, hogy így, hogy akkor te már tudtad, hogy ezt majd elküldöd, vagy csak volt egy fotód, és valaki szólt, hogy figyelj, küld el a Bliknek, uh-huh. majd akkor kapsz érte 10 rugót, vagy már azzal a szándékkal csináltatta meg a fotót, hogy anyjuk, megvan a hétvégi steak vacsora. A kedvenc éttermében lefotóztuk a kertművész urat, úgyhogy nem sokára utal a Blik. Egyetem, ahogy kapod meg, szóval utalnak, vagy be kell érte menned, és akkor megkapod a 7000 forintot kézbe. És adózol utána? Hát, vagy ezt már, már nettóba kapod meg. Vagy hívják be. Igen, egy éves Blik előfizetést kapsz helyette? Tehát, hogy árértékarányban egy ugyanolyan összegű szolgáltatást vagy juttatást kapsz? De igen, értem. Meg hogy milyen vénával vagy megállva. Itt a múlt a virámitendák! Tényleg nem fogjuk szétszedni, csak hadd beszéljünk egy ilyen olvasóriporterrel. Engem ez érdekel, hogy mi motivál azért, hogy te valakinek, amikor ő tilosban parkol, vagy szerencsétlen véletlen, a sinekem egy basszus, és persze fizessék ki a büntetést, meg ne mentsék föl, meg azért, mert színész, meg szeretjük, na de azért a pofájában nyomsz egy telefont, és gyorsan lefotózott, hogy most akkor még fölnyomlak a Bliknél. Hát ez annyira ilyen ávós, nem? Szóval, hogy van egy generáció, akiben ez így él, nem? Hogy akkor nyomjuk föl, vigyük el, hallgassuk ki. Szóval szörnyű. Kennelás esetében egyébként nem gondolod, de biztos vagyok benne, komolyan 100%-ig biztos vagyok benne, hogy vannak olyan celebek, akikkel előre lebeszélik ezt az egész történet. De igen, azt mondja, hogy van a újságban. Igazoltatni fog majd egy rendőr Andris. Menj fel a sinekre, csinálunk ki rólad egy Blik interjút, erre gondolsz? Igen, de nem, mondjuk pont az esetében nem ezt gondolod, de azért van egy-két olyan celebritás, aki már régen volt valahol, valamilyen okból kifolyólag nem történik körülötte semmi, akkor az gyorsan csináltat magával egy ilyen kis ide. Hogy működik az olvasó riporter? Igen, most a Storról volt, amelyik kilépett hátul a művész bejáron, és megölelt valami csajt. És akkor ott áll a kis táskájával az olvasó riporter, a gennyedék, érted, a rohadék, a kis valószínűleg nagyon rossz minőségű, rossz, ilyen béna telefonjával rosszul öltözve, mert csak így tudom az ilyen típusú embert elképzelni, aki nagyon mószerol, és feljelentget, és fotózgat, és újságnak küldi. És akkor látja, hogy a Stoll megölel valami nőt, aki lehet, hogy a gyerekének a barátnője, vagy valamelyik színész, vagy nem tudom. Keresi a táskájába a kis telefont, és akkor gyorsan lefotozza, és akkor erre megy, hogy meglegyen havi, mit 20-30 ezer forint, hát vagy ebből él. Nem, hiszen ez szerintem a véletlen, tehát azért ez nem egy. De hogy vagy pont ott hátul a művészbejárónál, hát amikor pont megölel valaki? Rálsz a Víg Színház művészbejárójára? A művészbejáró, igen, lecucolsz a másik oldalon, veszel magadnak egy, hogy hívják ott egy kafélattét, vagy egy ízét, igen, egy magdatas zsömlét, és akkor szépen oda leülsz, lecucolsz, és vársz, és bárki lép ki, azt lefotózod. De bármikor történik, aztán a végén mazsolázol. Mert ő akart a Stollal puszilkodni, tudod? Csak ez a csaj, ez beugrott elé, és azért lefotózta és felnyomta. Szerintem nem a pénzért csinálja, ez neki a... De ez miért a csinálod? Mert ez a hírnév neki. Esküszöm. Ennek ez a flash-e, hogy ő bekerül az újságba, az ő fotója? Így van. Tehát az arca nem kerül bele. Meg a neve se. Te vagy a hír szállítója. Az nem érdekli, hogy a neve ott van, csak el tudja mondani, hogy na, tessék, én fotóztam, mutatom itt a telefonomon az eredeti, látod? Na? Én is voltam nagyon sokszor, hogy feljelentve olvasó riporter által. Hát, az nem olvasó riporter, akkor kijött egy fotós, nem, Törökországban voltunk egy szállodában, és odajöttek, és nagyon kedvesen beszélgettek, és egy hétig köszöntünk, és jókat dumáltunk, hogy hogy ízlik a kaja, meg hova menjenek, meg melyik medence jó, meg miért jó a tenger.
úgy fölnyomott, mint a húzat. Akkor volt a Bennyvel, mentem be a vízbe, érted, és beszélt, tudom, hogy melyik család volt, és mert nagyon kedvesek voltak, és aranyosak voltak, és beszélgettük, de az eladott 10.000 forintért a Bliknek, érted? Ha valami az hát, hogy miért nem szakad rázi. Két nap után már olyan unalmasak ezek a Balázsék, itt köszöngetnek. Anyu, add már el nekik. Van, mi jöjjön be vissza belőle. Csipasztott egy héten keresztül, egy tízes az, hogy csak leesik. Igen. Na, játszunk akkor mi is egy ilyen olvasó-riporteri játékot. Írjátok meg nekünk, a véletlen valahol valaminek a szemtanúja voltatok, és mi megmondjuk, hogy megérez 10.000 forintot, vagy nem. Te teljesen hétköznapi, egyszerű, banális eseteket is várunk, amikor ti láttatok valamit, lefüleltetek valamit, észrevettétek, de hogy valaki nem azon a napon viszi ki a szelektív kukát. Vagy a szomszédnéni a macskakakit beleöntötte az Erzsi néni, nem tudom, etetőtálkájába. Az ebédhordójába. Nézzük meg, hogy megére az ebédhordójába. Erzsi néni ebédhordójába. Tehát nézzük meg, hogy nálunk ez megére 10.000 forintot, mert ilyenkor egyébként meg soha nem jelentkeznek, nézd meg. Lapulsz, mi? Lapulsz! Most, hogy beszélhetnék. Minket mind lehet rajta kapni? Engem nagyon sok minden lehet rajta kapni. Tehát, hogy de egyszer olyan szívesen találkozzék egy ilyen szembejövő olvasóriporterrel, aki nem titokban, nem aljasul csinálja a fotót, igen, hanem belenyomja az arcán. Látom, Balázs, látom, hogy épp persze. Figyelj, hadd adj, kell a 10.000. Balika, ne tedd el a bréd! Köszi. Van egy hallgatónk, aki kapott már pénzt. Valakit fölnyomott. Halló, jó reggel! Jó reggel, sziasztok! Hello. Hello. Te voltál olvasó riporter? Igen, így van. Többször is. Te vagy az, mi? De járod az utcát, és már figyeled, hogy mi történik, és ennek szellemében próbálsz élni? Gyakorlatilag igen. Hát ez már itt évekkel ezelőtt volt, még az utolsó is. Az egyik, ugye egy rendőr parkolt a Dohány utcában, vagy rokkant helyen. Én is pont parkolót kerestem, hát nem találtam, megláttam. Hát mondom, megvan a hétvégi. Beküldtem, lefotóztam, hogyha benne volt a plikben az SMS szám, meg e-mail cím, ahol be kellett küldeni. Beküldtük, visszahívtak, hogy volt a sztori, elmeséltem. És azt hiszem, a másnapi plikben rögtön benne is volt a fotó, meg a történet. Utána küldtek egy nyilatkozatot, hogy nyilatkoznom kellett, hogy dolgozom-e meg ilyesmi az adó miatt, és utána utalták a pénzt. Aha. Na, és mennyi maradt a 10-ből? Tehát mennyit utalnak? Ja, valami nagyon érdekes volt, na, valami 9700, valami, én nem tudom. Tehát nem hát tudom, hogy jött ki. Hát hogy adóznak ott? Az 10.000-ből az egészen szép. Nem össze. Tudom, hogy számolták ezt ki, de ez jött. És azóta nyitott szemmel mész mindenhol, hogy mit lehet lefotózni? Hát annyira már nem azért, de volt még egy olyan, hogy az Egér utca egy nagy esőzés után ott egy szokásos aluljáról, hogy ilyen gyakorlatilag ember magasságig szokott állni, a víz oda is behajtott, egy autó gondolta, hogy őt át tud menni, hát nem tudott, mert kilincsig süllyedt az autó, és ott lefulladt, ugye, ezt is lefotoztam, ez is benne volt. Hát ebben egész jól meg lehet élni, hát ha most csinálsz 5-6 fotót, akkor ebből összeszedsz 50-60.000 forintot, hát ez tök jó pénz. Igen. És már nem csinálod? Hát most már nem látszik ilyen jó sztorikat, illetőleg most már mindenkinél van telefon. Ja, most már megelőznek, mi? Igen. Rosszul öltözött vagy te is? Láttam a képet. Mert én így jellemeztem az olvasó riportereket, igen, hát nyilván ez nem feltétlen van így. Na jó van, köszi, hogy elmondtad. Kérem. Köszi, ciao. Hello. Na nézzük már, hogy vannak élő olvasó riportereink, csak hogy ki mit látott. A Diós Jenő lomtanítás volt, Oszter Sándor körözött a faluban, mint egy keselyű. Szombaton. Egyszer csak megállt a szomszéd előtt, és a lomiból berakott a terepjárójába egy kidobott ablakkeretet. Aha, igen. Én erre adom a 10.000 forintot. És egy Skoda favorita volt, ami mögé oda volt kötve egy utánfutó. Persze, és volt már bár egy gáztűzhely, meg egy hűtő. Igen. Nyilván. Jani a határúti aluljáróban a Fornettinél vásárolt ide a 10.000 forintot. Gyakran rajta lehet kapni. Hazafelé előfordul. Azt tudod, mi lenne jó fotó? Azzal tudnánk pénzt keresni. Jani, amikor jön be reggel, ha talál szemetet, tudod, fölszedi, és a palackot például, a műanyag palackot bedobja. Ha azt jól fotózod meg, az olyan, mintha kukázna. Tényleg. És itt tart. Mindjárt hogy vége kell? A olvasóriporterünk. Igen, olvasóriporterünk. Vagy mintha ledobnám. Vagy mintha tényleg, mintha ledobnád a szemetet. Sunyiba dobálta a szemetet Vadon Jani, aki önmagát mindig környezetudatos emberként állítja be a Klassz FM reggeli műsorában, a Morning Show-ba.
a kis is, akkor rögtön menjek, a kis sajjadék, nyilván vizet, a bort iszik a kis köcsök. Tegnap láttam, Marát épp egy hordó rozét rendelt a kocsmába. Jó, de hát ezt tudjuk, ez alatt. Értem. Igen. Én Kokót láttam az anyukájával. A tükrömön, de nem fotoztam meg. Nem találtam egy 500 eurós. Kokót láttam az anyukájával, de soha nem gondoltam, hogy ezt le kéne fotoznom, és el kéne adnom. Láttam nagyferót az Ázsia Centerben. Ez 200 forintot ér? Ezt kávéznom kéne. Gyere, főzök egy kávét neked. Ez egy 200 forintot erre adunk. Nagyferó ér az Ázsia Centerben, ez 200. Ez nálam 200-at megér. Na, egy csinos hölgye például mi láttuk Egerben a Kokót. Igen. Hát nem voltunk elég szemfülesek. De hülyék vagyunk. Egy tízes le tudunk valaírni a vacsorának az árába. Ú, de jó lett volna. Tényleg egy ilyen kis megbeszélésem volt. Képzeld el. Így is, hogy elmentem a mellettem. Hey, meg is vagy. Meg vagy. Meg vagy, Kokó. Meg vagy, köcsém. Meg vagy. Budaörsi Orsamban úgy Fütko próbált tipmixelni. 10 percig nézte a lapot, majd segítséget kért tőlem. Elmagyaráztam neki, hogy kell. Néztem még 5 percig, majd feladta és elment. Hát, 15 000. Kálai Molnár Péterre és családjával az Alsóösi strandon találkoztam, ott töltötték a forró nyári napot, baromi unalmas hírére Gombi. Jó, de hát látod, hogy vannak azért itt olvasó riporterek, de vannak jó indulatú olvasó riporterek, akik nem fotózzák le az áldozatot. Csak hát, hagyják, hagyják. Kálai Molnár Péterben nincs ennyi. Nem? Igen. Bocskor matrészegen egyeken nagyon úr is volt, de nem fényképeztük le. Jó, hát ezt most akarom elhiszem. Azért ezt nehezen tudom a Gáborról, hogy az egyeki bornapokon ott 4 kézláb mászik egy kürtös kalácssal a fején. Hát biztos, hogy azért ezt így nem látom. Ez azért így nem látom magam előtt. Némi disznótorosra is egy kürtös kalácssal dölöngél. Ja, bocsánat, mielőtt holnap lenne ebből majd egy cikk, nem mi állítjuk ezeket, hanem a hallgatók állítják, a hallgatók küldik nekünk, csak ne, hogy megint legyen ilyen, ezért és megsértődött, mert a Balázsék azt állították róla, hogy nem mi állítjuk. Ja, nem, igen, hallgatók ide. Dobokat csináltatta a Körméte kozmetikában, majd a feleségem, mondja a feleségem, ő az, meglesem, és tényleg, de zenét hallgatott. A lefotózom és főcím, a Kata nem beszél a pornépel, ér 10 000-et? Kérdez egy hallgató. Egyébként simán. Gangsta a szilveszteri buliban spiccesen a földön fekve újra meg újra visszatekerte a gyalogkakuk egyik jelenetét, és minden alkalommal sírva röpülött saját magát. Nagyon jó. Figyeljetek, szintén megér ennyit. Csináljunk már holnapra mind a hármunkról egy kamu olvasóriporter, hogy hívják a fotót, jó? Tehát, hogy amit megcsinál valaki rólunk, egy olyan szituációban, ami számunkra egyébként kellemetlen lenne, vagy ellentmondásos mondjuk az életmódunkkal, meg a mi személyiségünkkel, mintha azt valaki készítette volna rólunk. És jelentsük föl saját magunkat, vagy adjuk el a Blicknek a fotókat? Mit tudom én? Rákóczi Ferenc Méta utcán alkudozik. A szemétégető mellett. Igen, a szemétégető mellett. Felé lekapják, hogy soha nem alkudozol. Mindig úr vagyok, kifizettem gálánsan. És de akkor küldjük is el. Tehát, hogy akkor jelentessük. Hát, csak nem kellett volna elmondani, akkor tehát ezt titokba kellett volna, hogy megcsinálni, és magunkat fölnyomni valami. Gyerekek, erre rászaladtatok, ezt mit csináltuk se ebben. Igen, szerintem az a biznisz, ha lefotózod a celebet, és kérsz tőle 15 000-et, hogy ne küldd el. Hát nagyon jó, az igazi üzleti érzék. Látod, megállsz a kert mellett, és azt mondod, hogy művész úr, 15 zsebbe, és a kép marad, sose derül ki. Igen. De szállalmas lenni, nyilván belement. Sas Józsefet láttam a Margit hídon autóban, irgalmatlanul fikázott. Nem mi állítjuk. Ez egy hallgató írta. Primitív. De magamról is olvasok. Bali a Lelei strandon tolta a kannás rozét. Kannás kivitelben 5 forintért. De bányászos fotó is van rajta állítólag. Igen. Láttam Nagyferót Londonban a Szohóban. Lefotóztam és még beszélgettünk is. Attila küldte nekünk. Itt egy megbukott sztori rögtön. Peti írja, hogy Balázs láttam falablázni, ugyanott, ahol a Bocskor szokott kondizni. Na, az utolsó film adata meg is bukott a dolog. Ő soha nem szokott kondizni. Igen, de Gábor állt a kedves. Igen. Egyszer láttam Janit homokzsákot pakolni, életre szóló élmény volt, le a kalap a Jani előtt. Volt ez igaz, a római pár évvel ezelőtt. Ilyen. Köszi. Igen. Gajdos Tamás láttam egy szábrében. Így a Béci. De hát akkor ezt se kell fotót csinálni. Így van. Tehát Gajdos Tamás nálam megérne 10 000 forintot egy szábré. Nem? A szerencsekerék nagymester. Az egyébként tényleg. Hát ő egyébként egy kiváló atléta, is amellett, hogy szerencsekerekes, meg ugye híradós, és vele azért össze lehet futni, itt tudom én, atlétikai centrum, vossat többi az öltözőbe, vagy zuhanyzás után. És kézzel megyek, hogy igen. Szász Tamás! Szász Vini! Bocs, ezt ugye nem fotóztam. De hogy is! Ez is megvan egy 10-es passzom, és mekkora cerkája van.
Na, Ákos elmondja a híreket, aztán jövünk vissza, és kapcsoljuk Amerikát, gyerekek, mert hogy van egy hallgatónk, Jutka, aki írt nekünk, hogy ugye megy arra felé a hurrikán, az a bizonyos hurrikán, ami ugye hát komplett Közép-Amerikát letarolta, és szeretne nekünk kicsit arról beszámolni, hogy mi történik most éppen Floridában. Nagyon helyes volt, mondta, hogy megvárná, amíg fölhívjuk, és addig nem fekszik le, mert ugye ott van egy kis időeltolódás, és... Én úgy hallottam, hogy ezért mintha elkerülte volna, vagy enyhült volna az eleje, míg Floridába ért, de felhívjuk, arra gondoltunk, Jutkával beszélgetünk egy kicsit, egyrészt mit csinálod, kettő, milyen egy hétvégét bedeszkázott ablakok mögött tölteni, üldögélve, várva, hogy megérkezzen két a hurrikán. Két napi hideg élelemben. Löncshússal. Ugye már az amerikai biztos, hogy esznek ilyet. Babkoncert. Húshasz megleves. Úgyhogy Jutkát hívjuk mindjárt Floridából, Ákos híre jut. Itt vagyunk, 3-4-80 pontosan, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Már is folytatjuk, Tiszafüred és Tisza Igar között két autó ütközött, Morgó Jóci küldte nekünk. Köszönjük szépen, 11-es már Szentendrétől elesett, lehet tudni valamit, mi történt, ez szokásosnál is durvább, kérdezi Timi. Van egy baleset ott Budakalász környékén, Pest felé, és több autó ütközött, emiatt van dugó, úgyhogy tartsatok ki. Na, egy nagyon helyes levelet kaptunk egy floridai hallgatónktól, amiben ő nagyon aranyosan leírja, hogy közelít feléjük a Matthew hurrikán. Ugye ez még múlt héten jött egyébként ez a levél, hogy bennünket hallgat, nagyon szereti visszahallgatni a régi adásokat, és írja nekünk Jutka, hogy tudom, ezt még ugye múlt héten írta, hogy ti ma kitelepülésen vagytok, csupa vidám dolgot csináltok. Én ma este és éjszaka valószínűleg a következő egy-két napban is egy beszögelt ablakú házban töltöm majd az időm, a Matthew hurrikán elől bujkálva. Dél-kelet Florida partjainál lakom, életem első hurrikánja lesz, ilyet korábban csak filmekben láttam, most mindez a valóság. Mivel ma valószínűleg nem fogok tudni aludni a hurrikán félelmetes zajhatásai miatt, így élőben foglak titeket hallgatni, legalábbis amíg az áram tart a házunkban. De kaptunk kemény. Egy ilyen levelet. Kemény. Elképesztően kemény, igen, nem panaszkodni akarok, csak megragadni az alkalmat, hogy az adásatok elkezdése előtt írhassak nektek. És akkor itt még hosszan taglalja, hogy milyen jó lenne, ha lenne folytatás novemberben, mennyire szívesen hallgat bennünket, és hogy mivel riogatta őket a floridai kormányzó, aki elmondta egyébként, hogy egy 4-es erejű hurrikán közeledik ugye Florida partjai felé, és aki ott marad Floridában, az meg fog halni. Szimulációkon mutatták be, hogy fogja széttépni a vihar a várost. És hát kiürültek a boltok, semmit nem lehetett kapni. Elképesztő lehet egyébként egy ilyet átélni. Mert mit csinálsz? Mert maga súlyos. Ez az ablak bedeszkázás, hogy ott állsz és érted, szegeled föl a deszkákat, akkor belemész a pincébe, ha van, óvóhelyen viszed a konzerveidet, vizet, mit csinálsz már? Semmit. Más nem. Bezárkozol és várod, hogy elmenjen. Hát és tényleg évről évre egyre komolyabban kell venni ezeket a hurrikánokat. Nekem mondjuk nem a nyugati parton, hanem a keleti parton él az egyik barátom, és ő is mondta, hogy náluk az volt, hogy azt mondták, hogy akkor gyerekek holnap nem mennek iskolába, akkor két nap hideg élemet szépen mindenki rakjon össze, és a városnak volt, konkrétan ez Tampában van, konkrétan evakuációs terve. Hogy abban az esetben, hogyha odaér hurrikán, akkor mit kell majd csinálni, gyakorlatilag kiüríteni az egész várost. De ez egyáltalán nem vicc. Igen, hát ott, aki ebben él, ebben a térségben, azok hozzá vannak szokva. Ugye hát elképesztő pusztítás volt egyébként Haitin, Dominikán, lehetett látni, hogy Közép-Amerikát szinte letarolta a hurrikán, aztán ahogy Florida partjaihoz közelített, már egy picit enyhült. Na, mi arra gondoltuk, hogy ugyan kicsit megkésve, mert hogy pénteken kitelepülésünk van, de felhívjuk Jutkát, hogy meséljen egyrészt, milyen volt, kettő, hogy van, túlélte, és milyen volt bedeszkázott ablakok mögött lakni néhány napig. Jutka, hello, jó reggelt, ciao. Sziasztok, fiúk, jó reggelt. Jó reggelt. Hát milyen hosszú levelet írtál nekünk először, és köszönjük szépen. Hát én is, mit igazán nagyon örülök, hogy beszélhetek veletek, én minden nap hallgatlak benneteket. Nem élőben, ugye a 6 óra eltolódás miatt, de utólag mindig minden nap meghallgatlak benneteket, úgyhogy ez most nekem külön öröm, hogy beszélhetek veletek. Mióta vagy kin? 5 éve. Kis költöztél, ott is laksz, tehát már életvitelszerűen ott vagy. Igen. Hát igen. Tehát én nagyon hiányzik a családom, meg a barátaim, de hát én igazából már berendezkedtem erre az életre itt kint, tehát... Férfi miatt mentél ki, vagy? Nem nagyon tervez. Férfi miatt mentél ki, tehát beleszerelmesedtél valakibe, vagy kalandvágy, munkát kerestél, és odáig jutottál. Itt szerelmesedtem bele valakiben 8 hónap után. Kell a zöld kártya, mi? Aha.
Nem, ezt egyébként benézted, mert hogy én egyébként állampolgárként mentem ki. Tényleg? Na. Wow, hát az menő. Igen. Az igen. Menő. Aki neki, akkor igen. Neki kellett. Akkor neki kellett az öt kedvet. Igen, neki nyilván kellett a magyar állampolgárság. Kedves Juan nevű fiatalember voltam. Nagyon szimpatikus volt, 10 000 dollárt fizetett ezért. Igen. Mit csinálsz kint, Jutka? Mivel foglalkozol? Mivel foglalkozol? Kutyakozmetikusként dolgozom. Szép hivatás. Wow. Én otthon is csináltam ezt 3 évig, de hát nyilván ebből különösebben nem nagyon lehetett megélni, tehát ezt egy darabig csináltam. És ott ebből saját meg lehet vidáman élni, ha van egy saját kozmetikám? Meg. Tényleg? Igen. Hát nem saját kozmetikám van, hanem egy állatorvosi klinikán dolgozom, ahol a kutyakozmetika is többek között egy szolgáltatás. Na nézzük már meg, csak bocsánat, egy árat mondj nekünk, mondjuk, nekem van egy floridai gazdag üzletasszony vagyok, van egy nagyon szép kis... Aztán beszélünk a hurikánokkal. És van ez, vagy egy ilyen kis pudli pofájú kis uszkárom van, besietek hozzád, és azt mondom, hogy fürdesd meg, borotváld meg, vedd ki belőle a bogáncsot, a kullancsot, és este ad nekem vissza szépen illatosan, szépen borotválva. Ez hány $100 kerül nekem? Nem, ez abszolút nem kerül $100, tehát ez ilyen 45-50 dollár körüli történet, ez mondjuk ez egy ilyen alapár, tehát amit most mondtál, mondjuk egy kisebb testű kutyára, 45 dollár az itt igazából így az alapminimum. Most ha azt mondom, hogy én amikor Magyarországon dolgoztam, akkor azért, hogy mondjuk egy nem tudom, tehát volt valakinek valami loncsos, bozontos német juhásza, amit kint tartott a kertben, azt kérte, hogy az borotváljam le a kutyát, mert hogy teljesen brutális, ahogy kinéz, és 5000 forintnál többre ő nem volt hajlandó, vagy ő nem gondolta, hogy ez többet fog megérni. Amikor én azt mondtam, hogy hát azért ez egy kicsit annál lehet, hogy több lesz, akkor ő elment és vett egy hajnyíró szettet valamelyik bevásárlóközpontban. És megcsinálta saját magát. Megpróbálta magának megcsinálni, illetve tettem magának a kutyának. És aztán egy fél nap múlva visszahívott, hogy hát ez annyira nem működött, tehát hogy akkor mit is jönni. Most itt én egy német juhászért, ott valószínűleg azért mondjuk 100 vagy 125 dollárt el lehetne kérni, tehát hogy itt azért így klasszisokkal. És hát a szőrt visszakapadom itt az embereknek azért erre van, az embereknek itt erre azért van pénze, tehát nem annyira luxus. Hát nyilván persze, meg más. Egy kutyát elvinni nyilván kutyakozmetikushoz, igen. Na, mi volt a hurikánnal, túlélted? Elkerült benneteket, azt olvastam végül néhány kilométerre. Igazából egy 20 mérföldön múlott itt ez a történet, hát azért ehhez képest is azért elég durva pusztításokat végzett itt. Tehát ez az egész, ez egy múlt hét csütörtöki történet. Valójában múlt héten vasárnap és hétfőn kezdte el a tévé ezt így mondogatni, hogy hát közeledik a hurikán. Most erre itt az emberek annyira nem kapják fel a fejüket, mert Florida az eléggé eleve egy ilyen hurikán érintett terület, és augusztus és október között többnyire ez a hurikán szezon amúgy is jellemző. Tehát aki itt él, mondjuk én itt vagyok 5 éve, nekem ez volt az első, de hát... És az történik, amit ilyenkor lehet látni, hogy nem lehet vizet kapni a boltban, nincs kenyér, kifosztják az áruházakat. Ez történt, tehát ez pontosan így történt, tehát ez ilyen abszolút ilyen katasztrófa, ilyen jellegű volt, tehát vasárnap hétfőn elkezdték mondogatni, és aztán kedre azért ez eléggé így realizálódott, tehát kedden úgy engem is megcsapott egy kicsit már ennek a szele, és akkor én is elmentem egy bevásárlóközpontba, hogy vegyek vizet. És az emberek, ha vesz kalapácsot, meg deszkákat, és akkor otthon elkezdett tényleg bedeszkázni az ablakodat? Igen, hát jó, nyilván nem én, hanem tehát a férjem csinálta volna, de tehát mit tudom én, az elemlámpákat, azokat olyan szinten lepusztították az emberek, hogy egy nyomorúságos fejlámpa volt az egyetlen egy, tehát egy, mit tudom én, egy olyan hosszú poltsoron, ami mondjuk nem tudom 300 méter, azon volt egyetlen egy darab fejlámpa, nem tudom, $40, tehát azt nem vettem meg, de tehát se víz, se elem, se száraz áruk, tehát olyan ételek, amit mondjuk egy kis vízzel összekutyulva az ember meg tud enni, meg ilyen snackek, chipsek, tehát ezeket itt totál mértékben totálisan lepusztították. És akkor bedeszkáztátok az ablakot, és ül az ember és vár? Igen, tehát ez csúcsosodott nyilván, tehát kedden, szerdán gyakorlatilag nem volt másról szó a híradóban, meg az embernek az okostelefonjára is folyamatosan jöttek ilyen értesítések, tehát iskola az már nem volt szerda csütörtök, illetve szerdán korábban elengedték a gyerekeket, és utána csütörtök pénteken már iskola nem volt.
És akkor csütörtökön, én szerdán is csináltam egy képet így a ház előtt, és aztán utána csütörtökön még egyet, csak hogy így látszódjon a különbség. Mert nagyon, tehát a légnyomás az elkezdett nagyon csökkenni, meg a páratartalom volt ilyen. Azért ennek érdekes hangulata lehet, amikor itt tudod, hogy jön, és még nem tudod, hogy milyen pusztítást végez, csak hallod már, hogy Haitiről jön, meg Dominikáról, és ott már mindent letarol. Igen, és igazából a várakozás része volt a legrosszabb, tehát amikor tudod azt kedden, hogy valami fog történni csütörtökön, és aztán egyre csak tolták ki az időt, hogy mit tudom, először arról volt szó, hogy szerda este, utána arról volt szó, hogy csütörtök délelőtt, aztán csütörtök délután 5 óra, aztán este 11, és az ember így megőrül attól, hogy kimész a házból még egy utolsó ilyen pánikszerű vásárlásra. És elrepül egy tehén mellett, meg egy traktor, szomszéd, kicsi, mit van? Hát mindenhol ilyen ácsnak öltözött jó emberek ott kalapálták az ablakokat, meg az ajtókat körbe. Tehát látszódott, hogy így készülnek föl, tehát hogy így tényleg igazából nagyon megcsapott mindenkit ennek a szele. A Florid államnak a kormányzója az így konkrétan kimondta a tévében, hogy tehát jobban tesz mindenki, ha követi az evakuálási tervet, vagy különben mindenki meghal. Barátságos kormányzó. Ez egy ilyen abszolút megnyugtató kijelentés volt az ő részéről, tehát ezzel. Na jó, de akkor átestél a tűzkeresztségen tulajdonképpen, tehát most már nem vagy hurikán szűz. Egy rendes floridai az előbb-utóbb átesik ezen. Igen, hát akik itt élnek floridaiak, ők ezt így majd, hogy nem várták, tehát ők így mondták, hogy fú, hát ez itt tök izgi lesz, meg tök jó lesz, meg hogy ez így halálpoén. Tehát amikor így délután ötre volt... Amikor így délután 5-re volt várható a hurikán, akkor az én férjem még délelőtt 11-kor vidáman aludt, tehát ő így annyira nem izgatta föl magát azon a történeten, miközben én így mondjuk a hátamon pörögtem, hogy akkor valamit így csináljunk, vagy nem tudom, deszkázzunk, vagy valamit. És amikor odaér, az milyen durva? Tehát tényleg azt mondják, hogy a hangja elképesztő, hogy süvít a szél, tehát ha ott vagy benne a központban, vagy a központjában, akkor azért az baromi félelmetes tud lenni. Tényleg olyan hangok, olyan zajok vannak, remeg az egész ház. Azt mondták, hogy olyan feeling lesz, mint hogyha mondjuk egy Intercity így végig zúzna a házon, mint hogyha így a tető le akarna így szakadni a házról. Most ehhez képest én fél egykor így feladtam, tehát mondtam, hogy na jó, én elmegyek aludni, mert hogy így igazából csak nem jön. Ilyen nagyon-nagyon drasztikus. Eddig csak egy Váci itt ültem a fejlámpával, meg nem tudom, semmit. Voltad a csicset nézve az Zúza csodák csodájába. Dorotét, ahogy éppen repül Kansasba. Na jó, de azért elkerült benneteket, tehát igen, te nem kaptátok el. Hát 20 mérföldön múlott a történet. Hát azért azt mondom neked, Balázs, hogy tehát amikor másnap reggel kijöttem, akkor tehát fák voltak azért így gyökerestől kiszakítva, meg kerítések lezúzva. Másnap kimentem az óceánpartra sétálni, hogy ott megnézem, hogy ott mi a helyzet. Hát ott azért így, tehát hajók el voltak úgy siedve, hogy csak az árbócból egy ilyen utolsó másfél méter ilyen bánatosan kandikált ki a vízből, meg rengeteg teknős tojást zúzott szét a víz, tehát ugye a teknősök ott a homokba rakják le a tojásaikat, és aztán azt ugye körbe is kerítik körbe kerítik az emberek, mert ugye, hogy védett állatok, hát ezek így százával, meg ezrével voltak ott így teljesen lerombolva. Hullámok azért elég komoly, tehát ilyen 8-10 méteres hullámok voltak, olyan dolgokat hozott ki a víz, ami tehát ilyen nagyon random furcsa dolgokat, tehát nem tudom, ilyen ezer éves gyógyszeres flakon. Tehát olyan gyógyszeres flakon, amit... Igen, Babel Andersonnak, David Hasselhoff, piros nadrágba félészegő. Igen, nem lett a valahol a szemszor, hogy bőröndön, kérdezte David Hasselhoff. Pamela Andersonnak a művelnék. És a férjed még mindig durmolt. És ő átaludta az egészet. Őt így annyira nem hatotta meg ez a dolog. Másnap egyébként a parton, tehát így rengetegen sétáltak ilyen fémdetektorokkal, tehát az emberek így szerintem elértek valamit. Ott iszik a kocsijukat. Ott is megy a kincsvadászat azért rendben, igen. És konkrétan egyébként tényleg a kincsvadászat, mert hogy tehát ezt a részét Floridának, ezt a Treasure Coast-nak hívják, ami egy is kincses partot jelent. Tehát itt mondjuk ténylegesen ilyen fémdetektorokkal találhat az ember olyan dolgokat, ami esetleg a későbbiekben akár értékes is lehet.
De hát én azt mondom, hogy nagyobb volt ennek az egésznek a füstje, mint a lángja. De azt mondom... majd kapjátok a következőt. Na hát jó, Jutka. Volt erről szó, hogy kedden visszafordul, aztán ez most már, hál' Istennek, ez már nem aktuális, tehát ez elcsendesedett igazából, tehát itt azért még csütörtökön volt erről szó, hogy tesz majd egy kellemes kört még Észak-Karolina felé, és utána visszafordul, és eljátszuk még egyszer ugyanezt. Hát az északabbi városokban ott azért elég durva áradásokat, meg ott azért elég durva rombolásokat végzett. Igen, azt olvastam, hogy azért ők ott kaptak. Igen, meg közösségek. Ott azért kaptak rendesen. Jó van, Jutka, hát köszönjük nincs szépen, ember meghalt Floridában. Nincs mit. Hogy írtál nekünk szegénykék, igen, valószínűleg nem tudtak elmenekülni. Köszönjük szépen, hogy írtál. Mi pénteken ezzel ugye a kitelepülés miatt nem tudtunk foglalkozni, de szívesen vesszük és halljuk, ha azt írja nekünk valaki, hogy valahol messzi Floridával is hallgat bennünket és kedvel bennünket, vagy beszámol valamit, hogy igyekszünk őket felhívni. Földesi Rita Puszil írta nekünk, mi nem tudjuk, hogy ki jön, nyilván egy hallgatónk, aki ismert. Köszönöm. Igen. Ismerem, és mindenki hallgató, hogy milyen jó, hogy végre valakinek nincs akcentusa. Igen, kint él, de nincs akcentusa. Igen. Igen. Igen, kicsit még törni magyar. Igen. Jutka, nagyon köszi, hogy írtál nekünk. Vigyázz magadra. Köszönöm szépen, és ti is vigyázzatok magatokra, és remélem, hogy fogok hallani azért felületek november 19-e után. Nem szeretném a 2011-es, meg 12-es adásokat újra. Jók voltak, persze. Szerintem, igen, fehér zaj biztos lesz. Ez biztos fog. Igen, valami biztos, hogy lesz, reméljük. Jutka, puszi, köszönjük! Köszönöm szépen! Szia! Ez tényleg tök jó, hogy valakinek 5 év után nincsen akcentus, nem ez a izé. Honnan beszélsz? Kicsit Amerika. Zuglóból most jön haza 2 hét után. Na, most játszanánk, de nem játszunk, mert picit megcsúsztunk, úgyhogy lejátszuk az óra elején. Jó, ha valaki szeretne mit mond órára jelentkezni, még megteheti. Pici csúszás miatt elmondja Ákos a híreket, aztán jövünk a játékkal a hírek után. Utazás közben, otthon, a munkahelyen, a bevásárlóközpontban. A Klassz FM szól. Kérjük, ha megkérdezik, mondja el. A Klassz FM-et hallgatja. Köszönjük. Csak slágerek. Klassz FM. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 8 óra után vagyunk pontosan. 16 perccel, hello mindenkinek. Azt hittem, hogy AC/DC, aztán rájöttem, hogy ez nem AC/DC. A kis AC/DC, úgy szokták mondani, Airborne, egy ugyanabban a stílusban működnek. Ugyanolyan. Bármikor, bárhol összekeverhetnéd őket, hogyha ők milyen tempós zenét játszanak mostanában, de nem játszanak. Bár amióta ugye Axel DC lett belőlük, azóta azért van egy kis élet a zenekarban. Igen, Axel egészen jól megállt a helyét az AC/DC-ben. Én is láttam, nem élőben, de felvételeken nagyon jól áll neki ez a hangtartomány igazából. Egyiket egy vadonatúj albumról van szó, pont mondtam Ferinek, hogy úgy reklámozzák, hogy van rajta egy matrica, annak pedig ez a felirata, vagy a matricán pedig ez a felirat van, hogy no ballads, no bullshit. És ez jellemző is az egész albumot. Na, nézzük gyorsan a közlekedési híreket. Cegléden ereszkedik a köd, már csak 100-150 méter a látótávolság, ezt Zoli küldte nekünk. Amikor meghallok egy ilyen számot, mindig az a kép van előttem, hogy Jani oda oson a keverőpulthoz, hogy végre szóljon egy kis soft rock. Látom magam előtt a kis huncut fejét, meg aztán utána, hogy rázza a kis kopaszt. Most ez a következő képen történt. A hírek alatt ráírtam egy papírra a zenekarnak a nevét és a számcímet, és így belöktem így Zsüleli. Helyezze be. Hát akkor nagyjából ez történt, amit a hallgatók. Persze, jó, de ez ilyen kis középutas rockzene, ezért azért senki nem törhet felettem pálcát. Nem, ez nem volt durva, igen. Trafi az M86-os 84-es kilométerénél a felüljáron, 35-ös főúton a Görbeházi úton, vagy Görbeházi részen van szintén egy trafi, ezt Jaffa küldte nekünk, és az M0-áson 3 külön baleset is van 2 kilométeren belül. Oké, csak ilyenkor írd meg, hogy hol, mert ezzel, tehát neked is kidobott pénz, nekünk is elrabolt idő, ezzel abszolút nem segítünk, 70-80-100 km az M0-ás. Tehát ha megírod pontosan, hogy hol van, akkor azzal azért többet érünk el.
Az M7-esen, az M7-es felé a 24-es kilométernél tartok az M0-áson. Szép nagy dugó van. Azt hiszem baleset miatt ezt bandírta. Köszönjük szépen. Igen, hát ezek jöttek. Na, tartozunk egy játékkal, ugye? Mert kicsit megcsúsztunk a hurikános téma miatt. Úgyhogy ezt már is bepotoljuk a kérdést, mit mondóra. Visszafelé beszélünk. Ülész hevére a szív. Hozzájállat, élet a szívben. Aki kérdez. Sziasztok, Dóra vagyok, találjátok ki, mint mondok visszafelé. Vácsigyellán, mime? Aki válaszol. Halló, jó reggel. Halló, sziasztok, ciao. Ciao, hello, Ábel? Igen, igen, pontosan. Ábel, hány éves vagy? 16. Jézus Mária. Hát olyan hangod, mint 30 éves lennél. Kevés? Nem, hát csak kevés a kor, igen, már a hangot adsz képest. Képest, ja. Elnézték édesanyjadék a Robébi adagot? 400-at adta neki, 200 grammot kellett volna. Mivel foglalkozol, Ábel, vagy mit csinálsz? Tanuló vagyok, esti tagozaton, és éppen munkát keresek. Esti tagozaton tanulsz, és munkát keresek. Milyen munkát? Még nem tudom, valamilyen munkát. Az jó, hát az akkor egy széles spektrum. Mert így bármi lehet. Bármivet. Az egyébként jó, abszolút jó. Na jó, van, figyelj, akkor válasszál, jó? Mit szeretnél gyorsan? Van a ország, a híres ember, a szórásmondás. Még minden állat. Van, tudod, állat is van. Minden van, növény, minden van. Minden. Legyen a híres ember. Legyen a híres ember, mutatjuk, figyelj, indul az óra, hallgass meg. Cnerev, Icókár. Hú, de nehéz. Icókár. Rákóczi. Nem rossz, és akkor vajon? Cnerev, Icókár. Tessék? Rákóczi Feri? Nem. Hát nem teljesen, de jó nyomon vagy, mondd végig. Nem Feri. A második mi volt? Rákóczi. Nem Feri, hanem... Cnerev, Icókár. Hát mi a Cnerev? Nem hallottam pontosan. Ne jó, de... A Rákóczi Feri jó volt, csak mondom, hogy mondd végig, tehát nem ez a feladat, hogy Rákóczi Feri. Rákóczi Ferenc! Na! Ah, nem én vagyok a híres, hanem az ős! Hú, de nehéz szülés volt ez, így van. Rákóczi Ferenc, jól van, küldjük az ajándékcsomagot. Ne, nem, köszönöm. Ábel, köszi. Köszi, ciao. Ciao, hello, hello. Ez most te vagy? Nem. Mert az második, hát nem? Hát persze. Hát várjál, ja? Igen, akkor, tehát egy első, még egy második kellett van. Ez te voltál, Feri. Ez te voltál akkor a Cnerev. Híres ember, most már nem. Senki sem mossa le rólad. Akárhogy is kiabálok ellen. Vagy, nem volt első vagy második. Igen. Na, kérdezik, Kata, most jött az SMS, meddig lehet az autóra pályázni? Én tudom, hogy esélyem sincs, de a kisfiamnak megígértem, hogy írok. Köszi, Kata. Hát van esélyed, Kata, abszolút. Még mindig tart az autós játékunk, ugye ez most igazából nem is egy játék, hanem még arra gondoltunk, hogy szeretnénk egy családnak segíteni, még így az utolsó időkben, és ugye kitaláltuk, hogy milyen jó lenne egy autót szerezni, aztán beletettünk egy csomó mindent, csak még autónk nem volt, majd jelentkezett a Lada, és kiderült, hogy adnak egyet ingyen és bérmentve. Nagyon jó fejek. Egy majdnem vadonatújat, igazából a sajtónak mutatták csak meg eddig az autót, meg néhányan használták, de az autó az szinte vadonatúj újszagú, és egy rászoruló családnak fogjuk odaadni nem sokára, és az autokukac.klasszfm.hu-ra kell nekünk e-mailt küldeni, hogy milyen körülmények között éltek, és miért lenne jó, ha nektek lenne egy autótok. Nincsen semmiféle más kritérium, mindenki írhat, aki úgy érzi magáról, hogy neki ez az autó járna, itt mindenkinek nyilván a lelkiismeretére bízzuk, hogy mit ír nekünk, aztán majd azért utána járunk a beérkezett levelek nagy többségének. Nem csak magad, bekerülnek a kalapba. Nem csak magadról írhatsz, hanem ha van olyan ismerősöd, aki tudod, hogy nem fog írni erre, mert szégyelli, vagy nincs rá lehetősége, akkor te is őt ajánlhatsz valakit. Igen, és csak ezt e-mailben, se kommentben, se SMS-ben ne írjatok, léci, csak e-mailben. Így van, csak e-mailben, és képzeljétek el, hogy nagyon durva felajánlások jönnek, ugyanis mondtuk, hogy milyen jó lenne egy üzemanyagkártyát is szerezni, hogy a családnak tényleg ne kerüljön semmibe az autó fenntartása, és ehhez az kell, hogy tudjanak tankolni, és egy benzinkút hálózat felajánlott nekik egy évre 300 ezer forintos benzinkártyát. Tehát amit mi szerettünk volna, az kiváló, havi nagyjából 30 ezer forintért. Ez két tank. Tankolhatnak, így van. Úgyhogy hát ezzel is előrébb vannak. Hát igazából 300 ezer forintos. Van téli gumink, azt is felajánlották, úgyhogy azt is köszönjük az szépen. Az is van, igen. Gyűlnek a, úgymond extrát. Igen, János felajánlott ugye 5 liter szélvédőmosó folyadékot, ráadásul -30-ig talán nem is, -15-ig. Lehet, hogy egyébként emele.
mínusz 40. Ne, az már legalább 6000 forint. Igen. És ugye én is felajánlottam, hogy akkor legyen az, hogy ugye, amikor elkezdtük összetenni ezt az egészet, akkor még autó nélkül mindenki mindent beledobált, hogy legyen egy általam felajánlott egyéves kaszkó, kötelező biztosítás, ami tulajdonképpen egy évig állok a családnak, ez volt az én részem. De hogy képzeljétek el, hogy erre is bejelentkeztek. Úgyhogy úgy kell kitalálunk majd a dolgot, hogy valami mást adok akkor, mert hogy ezt kihúzták alólam. Úgyhogy ketten adjuk a szélvédőt. Nem. Egy új ablaktörlő lapátot is. Én nem leszek ennyire nagyvonalú. Nekem az túl sok. Úgyhogy ezt is felajánlották, képzeljétek el. Egy évig komplett kötelező és kaszkó biztosítása van az autónak. Tehát bármi kár éri, akkor nincs, nem kell a családnak betolni a lóvét. Nagyon jó. Szuper. Szuper. Akkor vette az illatosítót. Na? Hát valami más kellene akkor. Valami más kellene, igen. Van, csináltatunk, azt se kell. Bon, klassz FM-es illatosító. Igen, na. A benzinkút hálózat vezetője, aki engem felhívott, hogy mondta, hogy nem akar megszólalni. Na, ez a legszebb egyébként. Tehát, hogy erre de tényleg egy fél magat rádozzunk. Ez a legszebb, amikor valaki úgy ad, hogy gyakorlatilag nem vár érte el semmiféle reklámot, semmiféle nyilvánosságot. Ez nagyon-nagyon jó fej dolog. Igen. Én csak mondtam, hogy felhívjuk megköszönni, de mondta, hogy nem. De akit most hívunk, ő se akar egyébként ebben megszólalni. Csak mondtam, hogy gyere már akkor adásba egy picit, hogy megköszönjük neked is. Mert Szegről végül címbi már. Á, végig ismerünk. Így van. Így van. Peti, jó reggelt kívánunk! CLB-től néved, Peti, ciao, hello! Ciao, szia, Peti! Te sem mondtad egyébként, hogy legyek adásba, csak mivel ez az én felajánlásom lett volna, így akkor nekem valami más kell kitalálnom. Egy év kötelező kaszkó, ezt ajánlottátok föl? Igen, így van, egy év kötelező kaszkó, hiszen mégiscsak az első év, hogyha olyan családról van szó, ugye, ahol nem volt eddig autó, tehát akkor az a vezetési rutin is hiányozhat, ami azért ugyanúgy problémát vagy kockázatot jelent, úgyhogy ezért azt gondoltuk, hogy nehogy azt mondják, az ördög nem alszik alapon, pont az első évben történjen valami, hogy az a kötelező és egy teljes körű kaszkót, ami mindenfajta kára neki fedezetek nyújt, azt mi felajánljuk, és mindentől kezdve akkor legalább ilyen szempontból nyugodt lehet az autózás. Hát az egyébként teljes körű biztosítás, hát ezek is súlyos tízezrek egyébként, tehát valószínűleg olyan fogja nyerni az autót, aki nem is biztos, hogy ezt akár megengedhetni magának, tehát úgy szeretnénk tényleg egy komplett csomagban átadni a kocsit, hogy azért ne legyen semmi költség, legalább egy évig, amíg fel tud rá készülni, hogy aztán majd az autó azért költséggel jár. Igen, ugye meg hát valóta neki bónusz kategóriája sincsen, ami ugye mind a kötelező, mind a kaszkó árát azért befolyásolja lefelé vagy fölfelé, ugye nincsen vezetésre eltöltött évek, ugye két év után nullázódik ez a bizonyos bónusz kategória. Hát azt gondoltam, amikor erről beszéltetek, hogy itt valószínűleg azért egy drágább, egy olyan szinte lehet, hogy kezdő vezetőről van szó, vagy arról, akinek évek óta nincsen semmilyen fajta olyan vezetés, olyan kilométer mögött, ami javítaná a bónusz kategóriát, és itt azért szerintem itt egy kötelező kaszkó együtt egy ilyen esetben akár egy ilyen 100 000-es nagyságrend is lehet. De várjál, ez úgy van, hogyha megszerzed a jogsit, akkor honnan? Nem nulláról indulsz? De nulláról persze. De az viszont drágább. Ja, hogy az a drágább, így nincs tapasztalat. Igen, hát ugye a bónusz kategóriád az, ami gyakorlatilag minősíti, vagy legalábbis mutatja azt, hogy mennyire vagy jó, vagy balesetmentesen mennyit közlekedtél, mennyit nem, és ezért egy idő után, hogyha nincsen a neveden autó, akkor vissza is esik ez a bónusz, hát ez nem olyan, hogy örökké megvan, és 10 éve nincs kocsim, de még mindig B10-ben vagyok, hanem ezek vissza tud menni nullára is akár. Ezt tudom, ezt én is megszívtam, hogy nem fizettem be a kötelezőt véletlen. Közben volt autóm, pörgött ugye a kötelező biztosítás, napi nem tudom hány száz forinttal, viszont amikor újra megkötöttem, egyrészt megbüntettek, hogy nem volt kötelező, mert elrontottam, kettő elvették a bónuszomat, rettenetesen megszívtam. Ez igazságtalanság, hát attól én nem vezetek rosszabbul, mert nem volt, meg a büntét befizettem, hát miért veszik el a bónuszt ilyenkor? Hát az is a büntetés része, tehát valóban ott nem a te vezetési tudásodra gondoltak, hogy az csökkent volna, vagy estél volna ki a rutinból, hanem ez sajnos nagyon-nagyon kemények a büntetések, ugye a kötelező biztosítás. Egy külön törvény szabályozza a biztosítási törvényen belül, vagy kívül, nem is tudom, hogy mondjam, és borzasztóan kemény. Tehát tényleg, ahogy mondod, hogy ha egy napig sincs kötelező biztosítás, az már 300-400 forint átlagosan, és sajnos az emberek több hónap után jönnek. Jaj, tehát ne legyél már ilyen polkorrekt, mondd azt, hogy nem fizetted be, te hülye. Mondd nyugodtan, hogy látod baját, ha nem fizeted, akkor megérnem le. Meg is büntettek napi 300 forinttal. És igen, legyél már nyerünk. Magába dönti el, hogy miért nem fizetni, és azt mondom, hogy a vége lett még belőle. Na,
nálatok most indul az őrület lassan, nem? Az átigazolás és a mindenféle őrület, majd erről beszélünk. Mert most van a szezonjának, most kezd mindenki majd ébredezni, hogy át kéne kötni. Nem? Kezdődik, bár egyébként, hogyha most már azért évek óta mindig beszélünk róla, és egyre többen mennek át már, tudjátok, ebbe az évközi kategóriába, hogy most már azért még mindig körülbelül 1,5-2 millió autósnak most novemberben lesz, tehát persze azért sok az, de az autósok másik felének, hogy körülbelül 3,5 millió autóval számolunk, kb. Az autósok másik felének most már évközben van a kötelező váltása, tehát 2010 után, aki új autót vásárolt magának, az használhatat is csak újra, mert autót ott már az a hónap, a forduló hónap, amikor ő vette és megkötötte a kötelezőt, de még mindig nagyon sok az idős autó, és pont nekik lesz ez húzva vágó, hiszen akinek még mindig idős autója van, 2010 óta nem vett újat egyáltalán magának, ott azért ott fognak számítani valószínűleg a forintok, tehát újra megkérdezi. Ráadásul most egyébként emelkedik a kötelező biztosítások ára, tehát most a második éve nem arról beszélhetünk, hogy hova csökkent, hanem hogy hova emelkedett és kiemelt eddig a legkevesebbet. De miért kezdett el emelkedni? Hát eddig az volt, hogy árverseny volt, és mindenki lefele nyomta. Igen, aztán elért ugye ez egy alsó szintet ez az ár, már ugye a biztosok is egyfolytában hát sírtak, hogy a kötelező biztosításból beszedett összegek nem fedezik a kifizetésre szánt összegeket, ilyen 108-110%-on vannak már a kifizetett kárhoz képest, és megindult egy áremelkedés, egy egységes áremelkedés, amit egyébként egy-két jogszabály is szabályozott, nem lehet drágába annak a díja, aki ugye a régi ügyfélerről is beszéltünk, hogy a hűséges ügyfeleket épp úgy büntették a biztosítók, most ezt egy jogszabályon megváltoztatták, hogy nem lehet ezt így, illetve elindultak fölfelé az árak, és most már csak egy éven belül átlagosan kb. 20%-ot emelkednek vissza a kötelező biztosítások árai. Levitték, érted, oda kötöttem, levitték, azt elkezdték meg. Igen, most elkezdik el. Most gyakorlatilag azért kell megnézni majd novemberben a kötelező biztosítási távokat, hogy a mi biztosítónk az hová emelte vissza az árat, és van olyan biztosító, amelyik kevésbé emelt, vagy jobban emelt. Tehát most nem azért meg kell nézni, ugyanúgy csak nem azért, mert hogy csökken vagy nő, hanem azért, mert hogy hova nőtt a milyenki és a többieké ahhoz képest a magasabb vagy alacsony áron van. Úgyhogy azért ez újra egy. Szuper jó hír. Nagyon jó. Örülünk. Ennek így hétfő reggel ebben a kis unos köcitálós, kis borongos időben örülünk, hogy emelkedjük a kötelező biztosítást. Jó, de a család nevében akkor ezt nagyon köszönjük, nagyon drágák vagytok, és akkor egy teljes körű csekket majd átadunk neki kaszkóval kötelezővel. Azért az nagyon menő. Az menő. Igen, én is nagyon örülök. Nekem ez nagyon jó, jótékony dolog, meg tényleg, hogy ezzel hát nem tudom, fejezzük be ezt a teljes kaszkóval. Ezt a pályafutást. A közös pályafutásunk. Szépen akarjuk abba hagyni, még egy autót átadunk, meg egy disznót levágunk. Lesz még egy nagy disznőülésünk. Szép temetés volt. Sírva vigadunk. Tényleg egy jó dolog, emlékeztek, hogy amivel elkezdtük, hogy ledobtuk az autót. Hát úgy indultunk, hogy ledobtuk az autót, így van. Jó játék. Aztán átmentünk a jótékonykodásba, emlékeztek, ott egy lélegeztető gépet vásoltunk ott a gyerekklinikának, ott nagyon sok pénz is jött össze, hál' Istennek, egy gazd dolog volt, és utána pedig azért folyamatosan ez a jótékonykodás, mi is ezt éreztük, hogy ez mindig azért sokkal szimpatikusabb, nekem sokkal több olyan töltetet tartalmaz, amit az embernek később az a jobb kedve van, meg jó érzés rá gondolni, és szerintem ez mindenképpen egy. Hát hogy nem, nem is lesz könnyű választani, mert rengeteg levél, nagyon és sok megható életek, sorsok, szóval elképesztő. Az nem lehet egy könnyű feladat, nem így nem tőletek egyáltalán ki kell majd választani. Igen. A sok tényleg rászorulóból azt a kérdez, de tényleg nagyon szép dolog. És a zsűrre bízzuk, hogy fogják utálni. Vagy valakire rákenjünk. Jól van, akkor igen. A nagy átigazolásban majd hívunk, jó? Hogy még valamit segítsél nekünk, hogy nagyon ne rántsanak le nagyon a biztosítók. Így van, igyekszem. Köszi Peti, köszönjük szépen. Ciao Peti, köszönjük. Német Peti a CLB-től, köszönjük szépen. Ciao, hello. Gyerekek, közben még egy SMS. A Juli kapta, átküldte Lacinak, Laci pedig nekem. Az autóhoz felajánlom az éves úthasználati díj költségét. Tehát ez is megvan. Ez is megvan, egy éves matrica. Mi marad neked? A mosás? Az egy olyan 40-50 ezer forint most már. 40-valahány ezer az éves matrica. Az éves matrica az nagyon jó. Hát az brutálisan jó, persze. Persze. Itt valaki írta, és jó az ötlet, hogyha van gyerek, akkor enyém a gyerekülés. Az egy ilyen komolyabb gyerekülés, azért ez egy 80-100 ezres tétel, akkor én azt szívesen bevállalom, hogyha gyerek van, akkor ahány gyerek, annyi gyerekülés.
7 gyerekes család vagyok. Az utánfutóra is kell 4. Oké, oké, hozom az üléseket. Jó, tehát akkor, akkor én egy ilyen gyerekülés frontba beleállok, hogy ahány gyerek, amennyi gyerekülés kell, akkor, akkor az, az az én részem. Jó, mert elkecsölünk, és akkor gyerekülés. Jó, jó? Megvan a szélvédő mosoly folyadék Janitól. De hát, ha ennyi gyerek van, akkor ahány gyerek, annyi kakasnyalók a részem. Te gentleman, te úr! Mi, oda dobtad. Na jó, van, Ákos jön a hírekkel, aztán jövünk vissza, mert hogy szeretném valami belerángatni a srácokat, amit ők még nem tudnak, de mindjárt elmondom, hogy mire készülünk. Szeretni fogjátok! Szeretni fogjátok! Ha már itt kezded így mosolyosan, kicsit kajánul. Így már jó, nem lehet. Mindjárt a részletekkel, Ákos, híre jut, nem? 3:49 múlt, pontosan egy perccel, hello mindenkinek, drága hallgatóink. Itt vagyunk, hétfő van, indul a hét, kicsit nehezebben, kicsit nyikorogva, de reméljük, hogy azért előbb-utóbb átlendülünk majd ezen a hétfőn, és hát beindul. Beindul a dolog, jön vissza hétvégére a hideg, illetve bocsánat, csak beteg dolgot látok a tévében. Jön a meleg vissza, úgy értem, hogy most hűvösebb lesz a héten, és utána hát hétvégére újra ilyen 12-13 fokot mondanak, úgyhogy... Hát nem mondom, hogy meleg lesz, de legalább ami most volt hétvégén, ha azzal kiegyezünk, nem? Bizony, pont az jó. Az bizonyám. Na, benne vagytok valamiben? Igen. Amiben még nem tudjátok, hogy, amit, még nem. Amiről még nem tudjátok, hogy mi az? Milyen állapotban van az ánuszotok? Yeah. Mi van? Mi között, ha mit akarsz az én ánuszomban? Hát ugyanami ápolt. Az elég cserepes. Cserepes? De kenegetjük. Mindenképpen egy kis neugranormont ajánlanék rá. Ezért használok krémes tusfürdőket. Jó állapotban van? Jó ápolt, igen. Szeretnétek pénzt keresni? Igen. Hol az összefüggés? Aha. Szeretnétek akár 5000 dollárt keresni? Igen. Uh-huh. Az másfél millió forint. Az nagyon megfelelő összeg körülbelül. A kettő összefügg? November 8-áig lehet jelentkezni az amerikai elnök választás napjáig az első amerikai ánus szépségversenyre. És arra gondoltam, de nem csak amerikai, tehát bárhonnan lehet jelentkezni, fel kell tölteni képet. Az első helyezett 5000 dollárt, a második helyezett 3000 dollárt, a harmadik helyezett pedig 2000 dollárt nyer. Hogy töltsük föl valamelyikőtök ánuszát. Valamelyikünk ánuszát. Mert minthogy egy finoman kiáltáltál volna rögtön a dologból, miután bedobtad te az ötletet. Ánuszokat versenyezett egy amerikai portál, és összesen ugye 10000 dollárt osztanak ki, elmondtam, hogy osztik meg a nyeremény. Ez nem kell más tenni, mint hogy egy szép ánusszal előállt. Az a baj, hogy nem vagyok annyira otthon a témában. Zsül, mi jelenti a szép ánusz? Te egy picit jobban értesz. Azt írja a versenyszervezője, teljesen mindegy, hogy hogy bevolhatsz másokat is a kalandba, kipróbálhatsz új pózokat, a lényeg, hogy megérkezzenek a fényképek. Szeretném megtalálni a világ legszebb ánuszát. Erről szól a dolog. A világ legszebb ánuszát. Hogy ezt milyen formában prezentálod, az tulajdonképpen rajtad múlik. Az rajtad múlik. Nem tudom, hogy ebben a kategóriában mi a szép. Nem kell, hogy ott legyen az arcod, viszont... Hát mondjuk jó hír. Viszont megnézhetnénk, hogy meddig jutunk, ha esetleg ezen a portálon lehet lájkokat, vagy nem tudom, szimpátia pontokat szerezni. De ez legjobb, mert akkor meg kell mondanod, hogy a 35-ös kép a Jani ánusza. Nem mondjuk el, csak felmegyünk erre. Te is kiátráltál elő, és eljedül maradtam. Tejéd lehet a legszebb, én azt érzem. Valójában, mik a szempontok? Vagy mit nézhetnek? Hát ez egy érdekes kérdés, hogy ugye... Az arányokat? Az arányokat, így van. A farpofák méretét, gömbölyűségét... Nem, hát a farpofa nincs is, hát a széthúz... Nem feltétlen kell, hogy ez széthúzott legyen, szerintem. Nem? Hát ha már maga az ánusz, maga a csík az ánusz, nem? Nem, az ánusz maga a... Miért csík? A virgó intakta ánusz rózsa? Így van. Na, ez most már jobban hangzott. Így van. Terra incognita, ismeretlen szűz terület, ugye oda senki nem látogathat el. Azt hittem, hogy ez egy feltérképezetlen csillag. Így van, de ki az a Bob, ugye? Felírad a földesző. Ja, értem. Tehát, hogy nem csak az számít, hogy megmutasd a farpofádat egy finom csíkkel. Nem egy aranyos popofotóról van szó, hogy ez kis popó meg a kis vágás. Nem. Széthúz, és belemendez. Laci, csinálj légy szíves 3 darab cetlit rajta a nevünkkel. Jó? Nem! Akinek kihúzzuk a nevét, már igen, mondtunk, Feri. De nem mondtunk. 3 az egyhez az esélye, hogy ti lesztek, ne fossatok. Várjatok, meg ki mondta, hogy csak férfi ánusz. Nem, női ánusz is lehet, de hát most mind 3 férfiak vagyunk. Hát akkor vonjuk be, ott az Anna, a Zsül, a Laci, hát gyerekek, igen. Hát persze. Én szerintem ez 3 között dőljön el. Akinek kihúzzuk a nevét,
az föltölti a képet úgy, hogy majd a fülünkbe súgja, hogy hányeses orszám van. De adásban nem mondjuk el. Tehát nem kell adásban elmondani. Én megnézem. És lájkolom. Tehát én adok szimpátia szavazatot nektek. De az a baj, hogy ahhoz, hogy meg tudjuk nyerni, ugye el kell áruljuk a hag, mert a hallgatókra számíthatunk az ánusz szavazásnál, biztos vagyok benne. Hát, mert ha nagyon rosszul állunk, akkor... Hát de akkor meg kell mondanod, hogy... És én ígérem, hogy csak a legvégén fogom bemondani a ti sorszámotokat. Tehát ígérem, és tudok titkot tartani, és csak ha nagyon rosszul látok, akkor mondom el a sorszámot. Anonim? Anonim, tehát arcot nem kell hozzátenni. Jeligét se, hogy mit tudom én, hogy Sherlock Torka vagy. Igen. Indul a reaktor. Tényleg úgy nézett ki. Igen. Ehhez képest paks kettő semmi. Igen. Lehet használni kiegészítőket? Ecsetet, rúst, pirosítót, pufnit, tehát lehet, felturbozhatom én az ánuszomat, vagy... Bármivel, amivel kreatívá tudom tenni, hogy rajzolok egy mosolygós arcot, és az ánuszom... Egy kis csillámporos szájfényjel? Tehát egy sima, egyszerű, virgó, intakta, natur ánuszrózsát kell feltenni, vagy felturbozhatom én humorosan, viccesen, tehát adhatok-e neki bármilyen rajzot? Hogy rajzolsz egy szemet, meg egy orrot neki, és olyan, mint egy csücsörítő öregasszony. Például igen, rajzolok bele egy gonosz banyát. Tehát vagy csak simán tényleg, mint ahogy a természet adta, úgy kell benevezni. Miért nem olvastál utána, te hoztad a témát? Ne, én csak ezt így megláttam, hogy Ánusz szépségverseny, mondom, ez nagyon jó, erre be kell, hogy nevezzem. Oké, de hogy fogjuk bizonyítani elsősorban nem a világnak, elsősorban egymásnak, hogy az tényleg a miénk. Hát úgy fotózz be, hogy így fölé ugolsz, és látszik az arcod. A kamera felé nézek a lábaim között, és mosolygok, és megfordítjátok a képet. Ez tényleg, Jani. Mi van akkor, én találok egy nagyon szép ánuszt az interneten, én benevezem, hogy a sajátom, utána összehasonlítják majd a győztessel, hogy az a sajátja, amivel nyert. Más tollával ékeskedek, érted? Csak óvatosan, mert lehet, hogy az enyémet találom meg. Már fel van. És képzeld el. Balázs, már ennyire esélytel a rádió folytatása? Ne, hát ez független a rádiótól. Jó, hát független a rádiótól, ne hagyjunk ki. Másfél millió. Gyerekek, másfél millió az másfél millió. Ne hagyjuk ki a világ első ánusz szépségversenyét. Hát legalább legyünk ott. Legalább legyünk ott virtuálisan. De várj, és akkor ki mész? Ez olyan, mint a vegasi póker verseny, egyszer ott kell ülni a főasztalnál. Tehát aki hát pókerezik, igen, egyszer a vegasi póker versenyre el kell venni. Hogy ki, mondjad, hogy ki mész, hogy és átveszed? Ki kell menni, átvenni a díjat, hogy... És el kell mondani, köszönjük, beszélsz. Az... Mint a Jace Ventura. Köszönjük szépen a nyertes ánusznak. Na! Aranyere van valakinek? Miért van az, hogy egyiket a nem, most őrizzük meg egymás ánuszát szépnek. Fajta... Tehát, ne menjünk ennyire bele, remélem, hogy senkinek nem, nincs. Nem, jogos, csak egy dolgot mondjatok nekem. Hogy miért csak az ilyen témáknál érzem Lacina frissességét, gyorsaságát? Ugye, hogy ilyenkor ő lubickol? Ugye, hogy... Laci, hívjunk egy ilyen szakértőt, legyen egy ilyen, foglalkozunk a homeopátiával, ez a... majd akkor helyen van valaki. És az ánusz szépségvers, érted, lubickol hozza a kis cetliket, feliratozva a nevek, szóval, hogy... Jó, és most mi van? Hogy húzzon egyet a Zsül! A Zsül húzzon? A Zsül húzzon egyet, három névben nem van, húzzon egyet a Zsül, mert a Zsül... Jó? Istenem, adna én szépen. A Balázs legyen. Nem akarom, hogy én legyen. Nem csak. Jó? Nem, adod a cetlit? Nem. Akinek a cetli a kezemben van, be kell, hogy nevezze. Holnaptól a másikat. A Zsül, ha engem húztál, holnaptól nem kapsz semmit. Komolyan, jó? Semmit. Akinek a neve a kezemben van. Ha Janit húztad, én hozok neked reggelit. Mi? Ha Janit húztad, szájon csokollak. Az nem. Az ánusz verseny nyertese Jani! De menjetek a kis. Nem. Szép volt, Jani! Szép volt, Zsül! Szép volt, Jani! Na, holnapra kérek tőled egy arc nélküli ánusz fotót. Mutasd a többi cetlit! Itt van. Tessék? Ez hogy jutott most eszedbe, hogy megnézed a többi cetlit? Tessék? A mikrofonban van. Miból gondolod? Mi van? Jó, most mindegyikre Janit írtunk, hát most miért baj? Nem gondoltam, hogy megnézed! És majdnem átment, basszus! Majdnem átment, mondom, Laci! Írjad mind a háromra, Janit! Dolgozom már veletek együtt ahhoz, hogy higgyek benne. Írtam a Lacinak, írd mind a háromra, Janit! Majdnem átment. Jó, húzunk újat! Majdnem elvitt a hirtelen szívhalál egyébként. Jó! Ti annyira rohadékok vagytok, én... Na, hát most írtunk mind a háromra. Írunk akkor új hármat. Új három cetlit. Jó, azt hittem nem nyalod be.
Jó basszus, azt hittem ennyire még nem ismersz jól. Először meg kellett próbálnom. Először meg kellett próbálnom, de azt hittem, hogy már kezdtem örülni, mondom, nem esett le. Nem esett le, jaj, de jó, meg vagyunk. Jó, oké. Na jó, akkor most új húzás, és most Jani a saját szemével ellenőrzi a cetliket. Mocskos haj a szemetek vagytok. Ezt annyira vissza fogjátok egyébként kapni. Azt hittem, hogy átmegy, már kezdtem örülni. Úristen, de nagy jó. Lett volna. Jó. Na. Jó, Laci megcsinált akkor az új cetliket, ezen már valóban Feri neve és az én nevem is rajta van. Jó? Akkor sincs semmi holnap. És Jules húz. Jules húz. Úristen, ugye imádkoznom kell. Az előzőnél nem izgultam, vajon miért? De most viszont kezdek izgulni. Jó? Ne nézzél. Akinek a neve rajta van, az elkészíti a fotót, és bizonyítható módon fel kell töltenie úgy, hogy kap egy visszaigazolást, és azt meg kell mutatni a többieknek. Hogy te ezt mennyire benyaltad, basszus, csak rájöttél, az a baj. Oké, Jules húz, most Janinál vannak a cetlik, és most már a három valódi név van benne, tehát Feri és enyém is benne van. Isten, semmi fogad meg, mindenmert ezek. A név, akinek el kell indulnia az ánusz szépségversenyen. Az első internetes ánusz szépségversenyen. Az Feri! Szemetek! Nem, ez csalás! Mutasd a tulpit! Itt van! Uram! Hogy megint nem én? Jaj, de jó, hát tudtam, mutasd hogy a napos oldalon születtem. Tudtam, hogy most a napos... Most meg mindegyiken én vagyok. Az élet napos oldalon, nem, Jani leellenőrizte. Jó? Holnapra... Semmiféleképpen nem hozok meg rá. Nyugtas fotót, csak mondom. Szeretnénk megtudni a feltöltés részleteit. Jó, mindennek utána nézünk. Holnap folytatjuk. Mondjuk neked, hogy hova kell feltölteni. Nem kell a fotó, de a visszaigazoló e-mailt, hogy köszönjük, sikeres feltöltés, gratulálunk. Aha. Látnunk kell, amikor elindul a világbajnokság. Vagy az ánusz szépségverseny. De nem kell elmondani, hogy melyik. Nem kell elmondani. Jó, egy arc nélküli ánusz fotót kell, hogy csináljon béka rólad. Nagyon jó. Még jó? Meg is kérem rá. Persze, hogy gyere béka ide, ízre néz, csak jó, felcsinosíthatod, pudlipofát borotválhatsz bele, bármit meg lehet csinálni, a lényeg, hogy te képviseled hazánkat. Tehát, na, Jani biztos szebb. Hát bárhogy is nézem ezt a ceklit. Sok már soha nem derül ki, nagyon városok számára. Ja, Zsül, holnap akkor kapsz egy sonkás croissant és egy serpes rúgit, jó? Egy hétig, amit eszel iszol. Egy hétig, amit eszel iszol. Tudtam, hogy mind a háromra cetlire János kerül. Sajnos észrevette. Jó, holnapra akkor megnézzük, hogy lehet feltölteni, és hát fel kell azt rakni magát az ánuszodat, mert ugye november elején ennek vége van tulajdonképpen, tehát akkor eredményt hirdetnek. Viszont ha nyersz, nem kell osztoznod. Ez nagyon, de kedves. De rendben, nézd meg, hogy csupa szíve van, érted? Aranyos. Na, találjuk ki, fazonírozzuk fel, mi legyen, hogy csináljuk. Tehát legyen ez egy teljesen natur, vigyünk bele valami humort, rajzoljunk rúzsal, egy mosolygó smiley jelet. Már most ott akarsz lenni a fotózásnál, már ott tartunk. Igen. Megyek a fotózásra. Figyelj, rúzsozhatjuk, de mi ma, ha rákottam. És utána már minden reggel. Ezt igényük. Igen, Feri nyugi elég a csücsörit, ezt írja Csaba. Figyelj! Azt nézem, hogy elviekben meg tudnánk úgy csinálni, igen? Hogy köré rajzolunk egy Morning Show logót. És a száj csinál. Már meg is van. Tehát és megvan a száj. Száj, jó. És akkor megvan, és innentől kezdve tudjuk, hogy az bizony az övé. Jó, én abszolút benne vagyok. Jó, fel kell tölteni, és látnunk kell a visszaigazolást, hogy feltöltötted. Aha, jó. De nem mondjuk el természetesen, hogy melyik, ha te akarod, nekünk elmondod. Figyelj, én abban benne vagyok tényleg, hogy hármunk közül csak te, Feri, és mondjuk Balázs, aki csekkolja, látja van majd. Benne a dologban. Én hiszek nektek, mert szeretek mélyen aludni, rémálom nélkül. Aki bevállalja helyettem. Igen. Az ánusz olyan, mint a vélemény. Mindenkinek van, de senki nem érdekel a másiké. Hát ezt akarja ez az internetes portál is bebizonyítani, és már egyébként elképesztő az érdeklődés, csak mondom. Tehát hihetetlen kattintás számokat fog valószínűleg az oldal generálni. Tehát vannak hozzánk hasonlóan beteg elmék, akiket ez egyébként szórakoztat. Úgyhogy azt hiszem, november 8-ig lehet jelentkezni. Így van, és decemberben kiállítás a bérkezett pályamövőgel a Bálnából. Itt van. Ánusz contest, a remek hűve pedig erre az oldalra lehet feltölteni, és ott van a link. Tehát nagyon. Tulajdonképpen fel tudod már tölteni.
Jó? Azt hiszük meg, hogy mit kapsz majd visszaigazolásképpen, azt majd mindjárt csinálunk egy próbafeltöltést. Jó? Mit töltesz fel próbából? Hát valamit csak megnézzük, elküldünk egy képet. Istenem, de jó, hogy nem én vagyok. Jó, mikorra kell ezt feltölteni, ilyen? De minél előbb, nem? Hát persze, nyilván haladjon a dolog. Jó, most. Én fogom a budi ajtót, jó, hogy ne menjen be senki. Ez is olyan mint mondjuk mint amilyen a Facebook, hogy ha mondjuk egy kamuánuszt töltünk fel, akkor azt törlik vagy jelzik, hogy ez nem igaz, mert akkor tényleg csináljunk már, keresünk valahol egy szépen csücsörítő szájon, rázumolunk egy kicsit, körbevágjuk, és aztán beküldjük, hogy kiszúrják-e vajon, hogy az nem igazi. Az, hogy nem. Vagy van egy ilyen fékánusz szűrő. Fék. Figyelj, nézem azért az 5000 dolcsi, Feri. Azért jó, az... lesz az, bizonyám. Érted? Kicsit előtörlesztesz valamit. Ott fogtok sírni, hogy adjak kölcsön. Nem, hogy hagyd láthassuk élőben. Mondd az országot, hogy nyerted meg. Úristen, na jól van. Oké, hát de kicsit izgultam. Mutatjuk, hogy mi a beugró, a hármas ugrása. Figyelj mindenki. Jézusom, mutatjuk még egyszer. Ez már nem könnyű. Ez már nem egyszerű. Kettő darab dalcím, kettő darab előadó. Jó? Írjátok meg nekünk, hogy mit hallottunk, ha szeretnétek hármas ugrást játszani, mi pedig jövünk Ákosi Rémre. Szóra után vagyunk, pontosan 16 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, és már is folytatjuk. Azt mondja, hogy örülök, hogy visszatért Ákos, múlt hétről már nagyon hiányzott, kaptuk SMS-ben. Köszönjük. Az M0-áson a Vecsési reptér felé nagyon lassú a haladás, mármint hogy befelé, erős a forgalom, szélvédős Feri küldte ezt nekünk. Kimle és Mocsón-Magyaróvár között az út mellett áll a háromlábú. Rendőrök a fák között pihennek, mindenki vezessen óvatosan. Szép napot, Gina. Ez az egyes úton van egyébként. Aztán azt nézem, hogy M3-as Mohosi pihenőnél Pest felé mérnek a ködben. Köszönjük szépen. Országos turné Rákóczi Feri két oldala. Nem is mondok semmit. Elkészült a fotó? Még nem? Jó, ne, jó, nem vagyok úgy. Jó, azért igen. Én azt hallottam, hogy a folyosorról beszűrődött be, hogy 3000, 4000, na, válad már be, hogy nyüstött valakit. Ajándék, bögréjér megvan. Igen. Megkérdették Amerika Ánusz szépségversenyét, és kisorsoltuk, hogy ki indul el rajta. Ferit húzta Zsül, pedig mindhárom név egyébként ott volt a Zsül kezében, de Feri lett a nyertes, úgyhogy Feri... Előtte volt azért egy kis törekvés, a választási csalásra, de nem baj, az nem jött be, viszont szerintem a mezőtúriak biztos, hogy segítségére sietnek. És hát azért elég sok olyan pont állatka van náluk. Pont a mezőtúriak, igen? Nem? Jó, köszönöm. Kecske. Hát, ha van ott valami, ami hasonlít. Nagyon jó SMS-eket érnek, igen. Bízzátok profira, küldjetek fel itt fotostúdióban. Úgy látom, Bali november előtt ki akar húzni mindent a bakancs listájáról. Dízel küldte nekünk. Vörös rúzsal dárckörök és a rózsa a bull. A bull. A bull. De tetszik a téma, én győzködöm a férjem, hogy induljon. Bevállalom Feri helyet, de Szádám küldte nekünk. Balázs, engem az érdekelne, hogy hol talált ezt az oldalt, és hogy miért kerested. Hát nem kerestem, ez valahogy szembe jött velem, és éreztem, hogy ezen szívesen elindulnánk. Mármint valamelyikünk egyébként. Úgyhogy mi csak a visszaigazoló e-mailt akarjuk látni majd Feritől, hogy sikeres feltöltés. Köszönjük szépen, hogy benevezett sikeres feltöltés, ugye? Ezt akarjuk látni. Tehát erre vagyunk kíváncsiak. Ennek holnap meg kell történnie. Meg kell nevezni. Holnap már, jó. Jó? Személyesen, segítség. Hogyha esetleg nyersz, akkor személyesen mennél át a diátadóra átvenni, vagy mint, mit tudom én, aki Marlon Brando egy indián nőt küldött el az Oscarjáért, te kit fogsz elküldeni? Téged. Ja, tényleg, meg is van, király!
Igen, szóval hát muszáj volt valakit elindítani. Jó, van, gyorsan még egy friss közlekedés hír. Budai alsórakpart még a lassúbbnál is lassabb. Írja nekünk egy hallgató, tudjátok az okát? Nem, nincs oka, nincs oka. Szerintem csak a hétfő reggel lehet az oka. Igazából mindenhol nagy dugó van, úgyhogy kitartás, nincs baleset a budai alsórakparton. Az valamiért mostanában visszadugul egészen a Mozaik utcáig. Lehet, hogy valami lámpa rosszul van beállítva, de különösebb oka nincs, tehát nincs lerobbanás a budai alsórakparton. Görbeház a belterületén és utána Hajdúböszörmény előtt is mérnek, 10 kilométeren belül, ráadásul két helyen. Peti, köszönjük szépen, hogy elküldted nekünk. Én vállalom a fotózást, üdv kasz a Tibi. Hát Tiborra mindig lehet számítani. Jó, hát egy profit. Hát... Nagyon elcsendesedtél, nézed, aki versenykírás, vagy mit csinálsz? Hát, próbálom megfejteni, hogy milyen fotóval lehetne kihúzni magam ez alól. Ja, már nézed az interneten? Nézed az interneten? Hát, ha van valami. Nem. De viszonylag kevés az ánusz fotó a neten, csak mondom. Tehát, hogy hiánypótló maga a kezdeményezés. Nem csaljuk el. Nem, rendesen, nem. Rendesen kérünk egy e-mailt. Egy e-mailt a feltöltésről. Színházban jártam, képzeljétek el. Csak egy rövid kis kultúrai külön kiadást megengedtek nekünk? De csak én színház. Én inkább lefotozom a seggemet. A francba felé tévedett. Miért? Mert beírtam és nyomtam egy entert. És nem biztos, hogy tudok majd koncentrálni a témádra, amit most akarsz felvezetni. Miért a Google-ban megnyitottad? Hát nem ér letöltött képet feltölteni, Feri. Tessék keménynek lenni. Na, hogy azért kultúrával ellensúlyozzuk ezt a dolgot, színházba jártam tegnap. De jó párhuzam. Igen? Csak egy kis kultúra, mert mindig mondjátok, hogy ajánljak nektek jó színházi darabokat, ahová elmentek. Igen, én kifejezetten. Léci valami színházi. Úgy tűnő, hogy Feri például e-mailekkel is bombáz. Az én eseményeim mellett. Igen. Illetve átadja, hogy te is érdeklődsz a színházi. Átrium színházban jártam, és tegnap este nők az ideg összeomlás szélén. Uh-huh. Erről szól a darab. És hát nagyon jó, tehát ha valaki vágyik egy két óra önfelelt szórakozásra, 3-4 nő életét mutatja be egy ilyen szerelmi sokszög keretein belül, a feleségét, a szeretőjét, egy másik nőjét, aki azt hiszi, hogy szerető, de közben nem szerető, egy ügyvédnőjét, aki nem elég ezt otthon is átélni? Mutatja be a darab, és fantasztikusan dinamikus, gyors, a szemed előtt rendezik át a jeleneteket, egy pici sötét, már az egyik helyszín, már a másik helyszín. Szóval nagyon-nagyon klassz kis darab, és 50 perc talán az első felvonás, és egy óra a másik. Ezt mondod, hogy kibírjuk mi is. Hamar le lehet pörgetni. Egy adaptációról van szó, ez egy Almodóvár darab. Aki szereti, ismeri az ő munkásságát, az tudja, hogy azért sok jót csinál, és sok beteget is. És hát ezt magyarosították tulajdonképpen. Nagyon jó színészekkel, kiváló énekesekkel. Uh-huh. A kokusz golyó isteni. Jó kokusz golyó. El kell, hogy mondjam, hogy tegnap vettünk egy 4 darab kokusz golyót bevásároltunk. Klasszik, régi színházi kokusz golyó, nem hiszed el. Ez az Átrium, ez régen a Bájus egy mozi volt. Igen. A Mechvárt téren. És ebből lett most színház, ugye. Ez a Május egy moziként üzemelt sokáig, aztán Átrium mozi, aztán ugye megszűnt, mert jöttek a multiplexek, és akkor színház lett belőle. Szóval kiváló kis. Ki csillantotta a legnagyobbat? Musical színészek játszak benne, a Peller Anna játszik például benne, jó, ő az egyik főszereplő, és rettenetesen jó a darab, és jó benne, és jól énekel, és jó. Minden jó. Igen. Ja. Úgyhogy tessék menni színházba. Minden erős párosba, akkor. Tessék? Nem, hát Mikike nincs benne. Nincs be. Üdös franc. Pedig nagyon jó egyébként. Anna nagyon aranyos amúgy. Jó, és én nem is tudtam, hogy ennyire nagyon jó hangja van egyébként. Ez egy Almodóvár film volt, és azt hiszem talán, és akkor ebből lett aztán egy ilyen színházi darab tulajdonképpen. És miért van? Tessék? Isler, csak a fontosabb. De kulturális nagykövete. Mála vagy Barancs megpárom. Minden van. A kokuszgolyó van, az Islert nem látta, megmondom őszintén. Már azt megvették előtted, biztos. Gondolkoztam, hogy egy pohár rozéval turbosítok. Na, újtalod. A részegen már a második felvonás végén. De szépen játszik! Gondoltam, de Viki lebeszélt róla, mondta, hogy még csak kulturál. Valami a pult alatt. Két helyi születelés, ő kis ír, és én bolocskával készültünk. Egy jó rozé fröccsöt, persze. Igen, adom a málnát! Kicsi unikum, mint kávé. Ez baj már, hogy ezen elgondolkoztam? Hogy hát, kéne mellett inni valamit? Igen. Nem, hát, szerintem. Hát te már azon mosol fogad, ugye tök mindegy. De rohadék vagy. Na mindegy.
tessék színházba járni. Jó? Ez jó. Némi kultúrát cippancsatok magatokba ti is. Jó? Még utólag be akarsz kerülni a kampányba? Vagy hát, ha én is bekerülök a színház, színházat szerető kampányába, hát ez, ez rohadtul fáj, hogy, hogy kihagytak igazából belőle. Mi a következő? A következő darab az most szombaton van. Minden hétvégén színház. Nagyjából van, minden hétvégén egy színház van, igen. Isten. A VIX színház van, a Bűn és Bűnhődés, a Stolla. Ő színpadon nagyon jó. A Stoll? Még a Ferget. Ja, ő is szerepel, mert akkor... Ő zseniális. Ilyen jó, óriási gyerek. Nagyon óriási. Jó színész. Tehát az Őrült nő ketrecét, aki nem nézi meg, az, az nagyon nagy hibát követel például. Vagy a VIX színházban az Isten ítéletet. Nagyon jó. A Stoll az... Nem tudod róla nem levenni a szemed, annyira karizmatikus, hogy bejön, és onnantól kezdve őt figyeled. Olyan, mint én műsorvezetés közben. Egyszerűen nem tudsz másra fordulni. Miért kellett? De most tényleg, már kezdtük elvinni, hogy ez az egész színházasdi érdekel. Tehát ezt komolyan mondom, hogy egyszerűen muszáj párhuzamot vonnom közte és közte. A nagy nagyság között, mi? Egyszerűen hihetetlen, hihetetlen, hogy én bejövök, és egyszerűen nem tudsz másra fordulni. Ez ilyen, ez így működik. Ez így van. Miről beszéltél? Milyen volt a gondolkodó? De most Feri is volt, hát kulturálódott, nézd meg. Volt, hát elment igen. Végre a VIX-hez, és megnézte az Óza csodák csodát. Ez egy kiváló. Igen, annyit hallott már erről a darabról, erről a filmről, erről a könyvről, erről a meséről, és most végre. Már a gyerekek is tudod. Nézd, ki az a Dorothy, meg mi az az északi boszorkány, meg nem tudom, milyen boszorkány. Elég csak Mészáros Dorothy-t ismert. De őt kívül belőle. Ja, sajnos csak ki. Én meg láttam egy tök jó filmet, ha már itt tartunk az ajánlások mellett, pont Balázsnak is meséltem róla, még itt a srácoknak is, hogy aki szereti az akciódusabb filmeket, és mondjuk kedvelte annak idején a Sólyom végveszélyben című mozit, ugye ez egy Ridley Scott film, és szerintem zseniális, egy kicsit túlzásba vitt benne a patriotizmus, de hát ezt már megszokhattuk, mondjuk amerikai filmeknél. Van egy másik film, a 13 óra Bengázi titkos katonái, ez egy megtörtént esetet dolgoz föl, egy 2012-ben ilyen iszlám fundamentalisták szélsőségesek megtámadtak egy CIA támaszpontot, illetve egy nagykövetséget, és ott áldozatul esett 4 ember is ennek a támadásnak, és hát ugye abszolút megtörtént esetet dolgoz fel, és ugyanazzal az igényességgel, ugyanazzal a valószerűséggel, ugyanazzal a látvánnyal, amivel a Sólyom végveszélyben is működött. És nagyon-nagyon jó kis film. Érdemes. Érdemes meg egy kis háttérinformáció például Hillary Clintonról, mert hogy ezt az esetet, az ott meghalt 4 embernek a halálát, azt az ő szemlájára írták. Igen, sokan mind a mai napig. És nagyon jó megcsinált film, úgy, hogy nincsen benne egyetlen igazi, úgymond világsztár sem, vagy hollywoodi sztár sem. Viszont ami megdöbbentően rossz, megnéztem most a Snowden filmet. Hát az akkora csalódás, gyerekek, Oliver Stone rendezte, és az hihetetlen. Én nagyon vártam, és azt gondoltam, hogy egy nagyon fontos film, és egy ilyen közhelyes szerelmi történetet csináltak a Snowden filmből. Szóval, hogy rettenetesen rossz, hogy Edward Snowdenről van szó, aki ugye a nemzetbiztonságnál dolgozott Amerikában, és hát legyűjtött mindenféle információt egy kis merevlemezre, tök mindegy, kicsempészte, és aztán adott egy sajtótájékoztatót, és hát tulajdonképpen elmondta, hogy gyűjtenek rólunk az amerikaiak adatot. De hogy olyan közhelyese sikerült, és olyan rosszra, hogy pedig én szerintem egy nagyon fontos film, és egy nagyon fontos téma lett volna, amit megcsináltak volna jól az amerikaiak, és Edward Snowden szerelmi életéről szól nagyjából. Nem tudsz meg róla semmi újat. Csak arról, hogy a laptopot kamerája bekapcsolható, és hogy arról gyűjtenek adatot, akiről akarnak. De hogy közben ezért nagyon sok kérdést vet föl, hogy hogy működik az információgyűjtés, hogy boncolgatja meg, picit belemegy, de hogy tulajdonképpen mindenféle hatóságokon és törvényességeken át nyúlva nyomoznak és követnek le bárkit, akit ők gyanúsnak gondolnak, és hogy tulajdonképpen tudnak rólad mindent, ezt nagyjából eddig is tudtuk, de semmiféle mélységében nem mutatja meg, hogy hogy zajlik maga az információszerzés, csak hogy a Skype-ot, meg a WhatsApp-ot, meg mindent le tudnak hallgatni, és igazából semmiféle engedély nem kell nekik, és ha akarják, akkor a laptopon a kamerádat bekapcsolják. De vártam, hogy valami jó lesz ebből, és valami fontosat csinálnak, de hogy nem is érted, hát azért a Snowden azért az egy fontos esemény sorozat után jutott el oda, ahova. Nem? És egy ikonikus figura, és végre lelephelezhettük volna kicsit az amerikai hírszerzést, hogy hogy működik, és tényleg milyen szemét aljas módon gyűjtenek tulajdonképpen bárkiről információt. És róla. Szerelmi szál is. Van egy szerelmi szál, és egy kicsit közhelyesen akarják tenni egyébként a filmeket azzal, hogy beleraknak egy ilyen szerelmi szál. Nagyon kíváncsi voltam, hogy ennél sokkal fontosabb és érdekesebb dolgokat, mint tudom én, zombik, csöcsök, lovas rohamok, ilyeneket várok. De megdöbbentő azért az a fajta adatgyűjtés, ami
zajlik. Szóval, hogy azért ez dermesztő. Tehát ezt eddig is tudtad. De tulajdonképpen nem tudtad. Tulajdonképpen ezt eddig is. Igen. Eddig is tudtad. Igen. Na mi van, nagyon bele vagy vízébe az internetben. Mi van, kétségbe vagy esve? Keresem a megoldás, gyerekek. Én úgy örültem, ne legyen annyira beszari. Elsőre mondom, hát meg vagy sem hátrad ülök. Annyira puha vagy. Semmi. De egyik sem hasonlít arra, amiről mesélt nekem az urológusok. Hogy mi van itt alul. Még 10 év alatt mellettünk se tudtunk ennyire szocializálni, hogy nem a szemrebelés nélkül, te egy arc nélküli Jánuszotot föltöltsél, és elmúlt a gyerekek 23-42-es országban. Na, itt van. Ezt kapjátok benne. Konkrétan kétségbe a helyettől esre pedig. Hogy arc nélkül, hát ez nem, ez igazából nálad nem teljesítmény. Nálad nincs arc nélkül, hát te lesz az első, ki bedurantja. Basszus. Nem, hát mutat, takard le a kezeddel, csak hogy van egy visszaigazoló e-mail. Tehát én elhiszem. Jó, föltöltesz, amit akarsz. Majd mi Jánosra félrevonulunk a férfi budiba. Ez az. Igen. Az a ti részletek. Majd csinálunk. Megmutatjuk. Igen, ha tükörből csinálod, Feri, akkor ne vakubal. Jó, sokat rontott. Sokat rontott az összképen. Többek kérdezik, hogy mi a filmnek a címe, amit mondtam, ez a 13 óra Bengázi titkos katonái. Nagyon béna cím szerintem. De tehát, hogy ez film alapján, rettenetesen rossz film. Illetve rossz cím, de a film az nagyon jó. Tehát, hogy tényleg érdemes megnézni. Nagyon-nagyon igényesen meg van csinálva. Igen. Na, játszunk egyet. Itt van már is a hallgatónk. Hármasugrás játszunk valakivel. Ja, várjál, nem ezt indítjuk. Ezt indítjuk. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Kinga, hello, jó reggel! Sziasztok! Hello, honnan hívtál minket, Kinga? Pestről. Éppen most dolgozom. Pestről mit csinálsz? Egy bankban dolgozom, back office. Back office. Hoppá. Igen. Ez nem túl izgi, nem? De. Izgi? De mi a pontos feladatod? De mit kell csinálnod? Hát kis lehet, hogy morbid. Az elhunyt ügyfeleknek foglalkozom a hiteleivel. Ez valóban morbid. És meg lehet szokni? Ez egy állandó munka? Vagy utána kapsz más részleget, és akkor mással foglalkozol? Vagy ez, nem, ez állandó, de már csak pár hétig. Mi is utána? Éppen a héten mondtam föl. Ó! És hova mész? De, egy pályázatokkal foglalkozó céghez. Kis váltás. Hát, ha ott jóhoz mész, akkor... Ott meg vagy. Arany élet van, csak jó céghez. Csak jó céghez kell venni. Jó céghez kell menni. Jó van, van segítséget, Kinga? Igen, itt a kolléganőket beizítottam. Mindenki segít, úgyhogy remélem, hogy sikerül. Körbeülték a rádiót? Nem, mindenki bedugta a fülest. Nincs rádiónk. Ja, nincs rádiótok. Na, azt mondja, így szól az első kérdés. Melyik költőnk egyik művének fő alakja, első Edward angol király? Lányok? Ütöd a gépet. Srácok, vagy nem áll meg. Ne üssétek már a gépet, ez van. Picit lányok valaki? Arany János. Internet? Nem, a főnököm mondta. Nem véletlenül valaki olvasott, a főnök. Nem véletlenül, látad? Igen, valaki olvasott a csapatban. Na, sose járt. Ezt most mondta a főnököm, úgyhogy de már között gyűlnek körém, úgyhogy segítenek. Az fontos. Menjünk-e tovább, ez a kérdés? Igen. Hány olimpiai bajnoki címet nyert a férfi vízilabda válogatott Kemény Dénes vezetésével? Lányok. Valaki? Júj, de ütjük azt a gépet! Júj, de ütjük azt a gépet, te jó Isten! Nem. Görzsbál az ujjat, szedjél elég magnéziumot. Na jó, nem? Hát tovább nem tudunk várni. Hármat nyertek! Ez pont most mutatta fel egy kolléganő, úgyhogy mielőtt még mondtátok, úgyhogy hát ez. Hát mit ütöttél be, a Google-ba? Hát annyira izgultam, hogy remeg mindkét kezem, egyről ott egészítettem, hogy hány olimpiai aranyat nyert a vízilabda is kérdője. De nem, hát miért nem a nevét ütötted be? Hogy Kemény Dénes. Be kell ütni, a nagyon izgulsz, akkor Kram Dénes. Kemény Rétes. Kemény Rétes. Háromszor nyerti a fiúkkal. Hát azért az nagyon. Beírtam, hogy Kemény Dénes, és nem is adta ki egyből. Úgyhogy az se lett volna annyira nagy segítség. De nem arra úgy, hogy próbáltunk segíteni. Ott van, kiadja azt, kiadja egyébként. Hát jó. Akkor ez most egy így sikerült játék lett, Kinga. Igen, köszönöm szépen. Köszönjük, jó munkahelyváltást. Stresszmentesen. Hello. Történik sziasztok. Mindez. Köszi, ciao, sziasztok. Hello. Ez volt a hármasugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Még nem volt annyira nehéz, főleg, hogy internetezel, hát ez pillanatokat meg lehet. Kemény Dénes enter, és konkrétan ez ott dobja, van, hogy 3. Ki, azonnal kiadja 3-at? Az első.
Azonnal kiadja hármat. Jó, van fél tíz múlt három perccel. Egy pici reklám, aztán jövünk a nap legjobb pillanataival. Jaj, nem mondtuk el, hogy plusz nyereménye van a játékosunknak. Hát az van, mert egyéb nyereménye nincs. Tehát igen, ugye, tehát van egy garantált nyeremény. Garantált nyeremény, igen, 5000 forint értékű vásárlási utalványt kapott ő. De hát majd úgyis visszaívjuk. Fél tíz múlt három perccel, jövünk vissza mindjárt. Egy autó megvásárlása komoly terheket róhat egy átlagos családra. Nagyon sokan vannak, akik nem engedhetik meg maguknak, hogy egy új vagy egy használt autót megvegyenek, pedig nagy szükség lenne rá. Egy beteg családtag, egy nehezen megközelíthető munkahely, és még sorolhatnánk az okokat. A Klassz FM segíteni szeretne. A Lada Hungary jóvoltából felajánlott Lada Kalina kombi személygépkocsit szeretnénk olyas valakinek adni, aki valóban rászorul. Ha tud ilyen családot, írjon nekünk az autókukac.klasszfm.hu címre, hogy ez a praktikus családi autó a legjobb helyre kerülhessen. Segítsünk együtt! Háromnegyed tíz lesz pontosan 5 perc múlva. Mutatjuk, hogy miről is volt szó ma reggel. Ken András lefotózta egy olvasóriporter, amint éppen szabálytalanul ment a sineken. És arról beszélgettünk, hogy milyen vénával van megáldva az olvasóriporter, hogy pont ott van, amikor lefotozzák Kern Andrást, hogy azonnal megáll, arcába nyom egy telefont, és 10.000 forintért tulajdonképpen. Kicsi elítélhető, hogy aljas módon eladja őt, és utána megkérdeztük hallgatóinktól, hogy ők küldtek-e már be valamelyik bulvárlapnak fotót, kiderült, hogy vannak hallgatóink között is olvasóriporterek egyébként. Erről beszélgettünk, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki 5-10 forintért eladjon egy-egy ilyen képet. András egyébként lenyilatkozta, hogy rohant a színházba, és ezért szabálytalankodott, de elismerte. Tehát, meg hogy fel van túlva az egész város, hogy erről beszélgettünk. És aztán betelefonált egy hallgató, aki elmondta, hogy ő szokott. Igen. Szokott, nem is szokott olvasóriporterkedni. Igen, igen. Úgyhogy erről beszéltünk, valamint elindul Amerikában egy verseny, ahova bárki föltöltheti az ánuszát. Egy hánus szépségverseny. Végre, köszi. És Feri az ott a teljesen lelki beteg. Hitehagyottan maga elő, üveges tekintettel néz maga elé a monitoron. Keresem a egy órája elvesztettük. Azt hittem ennél edzettek. Igen, megvan a jelentkezési lap. Sajnos teljes nevet kell írni címmel és telefonszámmal. Hát, az lehet komoly szerintem. Szóval, hogy indul az hánus szépségverseny, mindenki feltöltheti. A fődíj az 5000 dollár, ugye? Ami szép pénz. Ami szép pénz, másfél millió forintnak megfelelő összeg. Gyorsan tartottunk egy rögtönző sorsolást, hogy eldöntsük, kinek kell elindulnia ezen a versenyen. Hogy nem Feri lett az. Így van. Fölül. És a nyereménynek egy részét ánusz plastikára fogja tölteni. Hogy végszebb legyen, ha nyerni. A másik részét jótékonysága. Nem tud majd lefűzni erről a témáról, és onnantól kezdve csak a szépség. És egyébként az a hallgató, aki írta, nagyon jól érzi, tényleg egy picit felszabadultabb vagyok a sorsolás óta. Az igazi, a hiteles sorsolás óta. Igen, mert egy két sorsolás. Amit a közjegyzőnk is rendben talált. Két sorsolás volt, így van. Na mutatjuk már is, mivel foglalkozunk ma reggel. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 9 perc 0 pontosan 10 óra. Gyerekek, Feri az ott a magába roskadott. Nem, tanulmányozza az internet. Nem, megvan a feliratkozó, megvan a lista, így van. A feliratkozó oldalt? Oldalt, mit kell kitölteni, úgyhogy megvagyok, holnapozom a szelvét, így ha van, küldenek Feri, valami. Én azt gondolom, hogy hármunk közül Feri tényleg a 10 pontos, 100%-os csapatjátékos, bárkiről el tudnám képzelni, hogy kibújik ez alól a dolog elől, Feri nem. Biztos vagyok meg. Köszönöm a támogatást, János, jól esik. Mi volt az M1-en a műsorod Ábel Anitával? Az mi volt? Krém. És még benne lesz az önéletrajzodban, hogy mit tudom, 2001-től 3-ig Ábel Anitával krém az M1-en. 2004, mint tudom, Turkevei, nem tudom milyen, az. Csabai felfeszve. 2016, amerikai ánusz verseny 12. helyezik. Első, ne legyél már. Hát jól nézzük meg a mennyire. Közönség díja. Legalább van. Lesz az életre. Ne legyél már így. Ettől eddig a Morning Show műsorvezetője. 2006 novemberében megnyerte az Idaho ánusz verseny. Ánusz szépségverseny győztese 5000 dolláros fődíja. Hát ez egy sűrű élet. Hát így van, kell élni. És azt mondja, hogy 3D-s modellt csinálnak a lukból. Tényleg. Szerintem ez annyira beteg, hogy ez jó. Én bírom az annyira beteg dolgokat.
Megcsinálják rendesen utána? Persze, igen, igen. Na most ahhoz a győztesből? Viszont, de várjál, mert ahhoz nem elég a fotó, tehát ahhoz mintát kell venni. Úgyhogy... Nincs jobb, mint beleülni ilyen forró gipszbe, oh. Vagy gyantába, érted? Nincs az a baj. Csabi, hello, jó reggelt! Jó reggelt! Hát nem tudom, hogy mi a célotok ezzel egyébként, mert hogy én azt gondolom... Hogy hülyüljünk. Feri, nagyon semmi. De látom a Ferit, hogy örül neki, de azért lehetett volna demokratikusabb a dolog, hogy mind a hárman megcsináltok, és a hallgatóitokra bízzátok szavazatot, hogy kiinduljon el a versenyen. Ez tök, tehát ez... lehet, hogy van szebb a Feriénél, nem tudhatom. Ez sokkal korrektebb hozzáállásak ránk, ez nem jellemző, hogy ennyire korrektek legyünk. 3-1-hez feltettük saját nevünket, hogy valószínűleg nem minket húznak. Aztán ebben mindenki belement. Hát miért nem a hallgató? Valamiért azt éreztem. Így alakult, érted? Hát ennyi. És mi nagyon hiszünk a Feriben. Én is bízom benne. A minimum a regionális díjat a Mr. Central Europe Holt elfogja. Remélem, hogy lesz valami minimális díjat. Valami picit azért behúzunk mi is. Egy pár száz dolláros díjat azért nyerhetünk mi is. Na jó, hívjuk gyorsan a naphallgatóját, aztán elköszönünk. Nagyon jó kis kitelepülésünk volt pénteken. Hallottad, hogy mennyi minden nyertek a hallgatók? Hallottam-e? Megszórtuk őket. Itt átkozódott, hogy nem jöhet ki. Nem lehettem ott, és gyűjthettem be legalább a maradékot. Sok minden volt, sokat nyertek a hallgatóim. Megérdemlik. Morning show. Az bizony, jó reggelt. Hello, hogy hívna? Sziasztok, Laci vagyok. Laci, már azt hittem fel se veszed. Hol hallgatsz minket, Laci? Egerben. Egerben, és mit csinálsz? Dolgozol már? Igen. Mit csinálsz? Nem mondanám el inkább, hogyha nem tudom. Na, kéne rúgják. Ez komolyan, ezt nem értem, hogy ez miért titkos. Azért, hát mert ki fogják rúgni, nem szabad a rádiót hallgatni. Na, de hangodat megismerik. Ja, tényleg. Nem értem. Oké, Laci, de nem erőltetj, persze nem akarod elmondani, nem kell. Azt érted nekünk, én beküldöm az anyósom, mint tuti aranyérmes lesz. Ezzel te lettél a naphallgatója. Lacikám, küldünk egy ajándékcsomagot neked, annak ellenére, hogy titkolod, hogy mit csinálsz, jó? Köszönöm szépen. Azért azt átveheted, hogy elmondhatod a teljes nevedet majd Annának? Természetesen. Jól van. Olvasószerkesztő vagy? Igen. Köszönjük minket, hallgat. Ciao. Köszönöm, hogy hívtatok. Sziasztok. Hello. Ne felejtsük el, hogy ma Lettország ellen lép pályára a magyar labdarúgó válogatott. Hát. Nagyon szurkolunk neki. Magyarok! Hova tűnt ez a nagy ebéláz, gyerek? Sehova. Mi van? Megvan még. Hát tele volt, igen. Stadion. Uh-huh. Tele volt. Nekem nem is ezzel a meccsel van bajom, hanem az egyel előzővel, mert most azért legalább úgy tűnt, hogy a fiúk neki mentek ennek a dolognak, és akkor a 3-2 az utolsó második. De most már ha ezt se húzzuk be, akkor de most figyelj, már nagy a baj. Ezt most nagyon meg kell, ez most kötelező, nem? 8 meccs, az 24 pont, amit meg lehet szerezni, egy már van, tehát 25 ponttal meg tovább lehet. Hányan vannak ebben a csoportban, hogy 8 meccs van? Ja, hogy még oda-vissza vágunk minden. 6-an. Összesen 10 meccs, hát 8 még hátra van. De most már kéne egy 3 pont. Hát most már mindent kellene nyerni, biztos legyen. Atya Isten. Na jó, van, drukkolunk nekik természetesen. Ahogy hát ne. Kedveljük, szeretjük őket. Zsuzsi játszik? Igen. Nem árulta most el a stork, azt mondta, hogy lesz változtatás a péntekihez képest, de hogy mi, pontosan kinek kellett itthon maradni, azt még nem mondja. Zsuzsit kedveljük mindenkit, de Balázs nagyon, úgyhogy drukkolunk nekik, igen, remek csapatkapitány ő. Jól van, milyen zenéid lesznek, Csabi? Mielőtt még ezt elmondanám, gyorsan hadd mondjam el a büszkeségemet, hogy tegnap voltam Bryan Adams koncerten. Na, milyen volt? Csodálatos volt, egyszerűen a csávó az vérprofi, volt lehetőségem találkozni vele, aláírta a Reckless lemezt. Volt ilyen meet and greet, tényleg? Képzeld el, nagyon jó fej volt, és aztán a színpadról ő készített egy képet. Aláírtad vele a Robin Hood VHS-edet? Igen. Készített egy képet egy lányról, aki ült a barátja nyakába, és Kanada pólóban volt, és képzeljétek, ezen a fotón én rajta vagyok. Hát, Csabi. Hát lefotózott hogy? Engem a Bryan Adams, érted, a színpadról. Ennyi. Sztárok találkozása. De egyébként majd levágnak. Ez is volt a legfontosabb a történetben, de a mellékesen meg nagyon jó koncertet adott. Tehát hihetetlen, hogy énekel a dalok. Nagyon jól szólnak élőben, és zseniális zenészekkel. Életem egyik legjobb koncertje volt. Nem az első Bryan Adams volt, amin voltam, ez már a harmadik volt, de még mindig meg tud lepni. Összer a lassú Robi Hoodosat elnyomta? Azt is elnyomta. Lassú Robi Hoodos volt. Yeah. Volt az is. Igen. Hát az egyik legnagyobb sláger. Ez óriási sláger. 3-4 óra alatt írta a dalszerző.
barátjával. Leültek, írtak egyet 3-4 órára. Meghallgatták, és azt mondta a Brian Adams, hogy meghallgatták, és már akkor tudták, hogy valami jót írtak. Nem napokig vezetett minden slágerlistát, és világsláger lett. Egy... Ők ezt így összerakták. Itt most beretettek egy ilyen 5 perces gitárszólót azért ebbe a dalba. Tehát az igen? Az... Lassú gitárszóló? Igen, de hát milyen volt? Azt neked hallanod kell. Igen. Például. Igen. Igen. Egy Straton eljátszva, azt el tudod. És ki volt? Ő nyomta? Nem, hát ő főleg ritmusgitáros, de aha, van egy nagyon jó gitárosa, aki... Hát meg az egész zenekara, tehát ez hihetetlen. És hát jó volt a látvány, az egész színpad mögötti rész, az egy hatalmas nagy kivetítő. Aréna volt? Aréna, igen. Hihetetlen, jó volt, na. És tele volt? És ami meglepő, hogy én is azt gondoltam, hogy hát egy ilyen negyedház, félház, mert hát ki tudja, hogy Brian az már sokszor volt itt, meg nem és tudom. És ennyi se volt. Nem, és volt olyan, a két fekete függöny. Olyan teltház volt, olyan teltház volt, hogy, hogy fú. De jó. Jó, hát a jó, persze, persze. Jó van, Csabikám, jó munkát neked. Köszönöm, és Robbie Williamsnek az új dalát hozom, és csak azért kötöm össze, mert Robbie Williams is turnéra készül, de még nem árulta el, hogy hova megy, de bízunk benne, hogy vele is lehet. A dal alapján nyilván Moszkvába kezd Putyin, nem? Tehát, hogy itt valami nagy össze. Mint abba az irányba nyitna. Azt tudjátok, nem hogy ő az egyetlen. A dalszerzők között van. Igen, igen. Ez magány. Feltüntette, a dalszerző között ott van Prokofjev. És játsz a Péter és a Farkast is? Ő nem normális szerintem. De egy kedve, mindenki, aki kicsit kattant. Egy perc van a 10 óra, jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már